De mindenképp szeretném, hogy a szívetek így az Úr fele kicsit forduljon. Ale každopádne by som chcel, aby vaše srdce sa nasmerovalo k Pánovi. Hania hisztok, hogy itt van ma is az Úr. Koľký veríte, že aj dnes je tu Pán? Hiszitek? Veríte? És hania hisztok, az Úr ma is akar cselekedni. A koľký veríte, že aj dnes chce Pán konať? Akar cselekedni. Chce konať. A hit ebben áll. A viera na tomto stojí. Abba, hogy a múltba cselekedett. Na tom, že minulosti konala. Ahhoz nem kell hit. Tomu netreba viera. Abba, hogy a jövőbe fog cselekedni. V tom, že budúcnosti bude konať. Ahhoz se kell hit. Ani k tomu netreba viera. A hit ez mindig a jelenre vonatkozik. Ale viera sa stále spojená s prítomnosťou. Most Isten cselekszik. Teraz koná Pán. A hitnek ez a titka. To je tajomstvo viery. Abba nem kell hinni, hogy Isten a vörös tengert ketté választotta-e. Tom netreba veriť, že či Boh rozpojil Čierne more. Ez megtörtént. To už sa udialo. Az tény. Červené. To už je fakt. Ezt már láttuk. To sme už videli. A hit a láthatatlan dolgokra vonatkozik. Viera sa týka na neviditeľné veci. Amit most még nem látsz. Čo ešte teraz nevidíš. De bízol Istenbe. Ale veríš Bohu. A meg fogja tenni. Že to urobí. Dôveruješ Bohu, že to urobí. Meg fogja. A vykoná to. Mert ilyen Istenünk van. Lebo takéhoto Boha máme. És hiszem. A verím. Hogy az Isten igéhez létre tudja hozni. Že Božie písmo toto vie vytvoriť. A 37. Zsoltárral szeretnék beköszönni először. 37. Zsalmom by som chcel pozdraviť najprv, aby sme prečítali nejaké písmo. Olvasd fel te. Egészet? Nem. Harmadik verszaktól 9-ig. Od 37. Zsalm, od 3. verša po 9. verš. A nádej sa na Hospodina a čin dobre, bývaj v zemi a žij sa spravedlivé. Kochaj sa Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca, uvál na Hospodina svoju cestu a nádej sa na neho a on učiní. A vyvedie tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludne. Mlč Hospodinovi a čakaj na neho. Nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý robí falošne. Nechaj hnev a opusti prchlivosť. Nehnevaj sa, a to ešte, aby si urobil zlé. Lebo zlostníci budú vyťatí, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem. Amen. Amen. Tehát a Zsoltár erre buzít bennünket. Že k tomu nás pozbuduje aj žalmista, hogy bízzunk az Úrba. Aby sme dôverovali Pánovi. És utána. A potom. Jót cselekedjél. A potom dobre konaj. És ez a kettő együtt jár. A tieto dve veci chodia spolu. Vannak emberek. Sú ľudia. Bíznak az Istenbe. Dôverujú Pánovi. De nem csinálnak semmit. Ale nič neurobia. És az eredmény. A výsledok. Kudarc. Je sklamanie. Vannak, akik sok mindent csinálnak. Je taký, ktorí veľa toho robia. De nem bíznak az Úrban. Ale nedôverujú Pánovi. Az is kudarc. Aj to je krach. Sklamanie. A győztes élet. Víťazný život. Bízzál az Úrban. Dôveruj Pánovi. És jót cselekedj. A dobre konaj. Mi a jó cselekedet? Čo je dobre, dobrý čin? Amit a Szent Szellem mutat neked. Ktorý Duch Svätý ti ukazuje. Tedd meg. Urob to. Ha azt megteszed. Ak to urobíš. És közben bízol az Úrban. A popri tom dôveruješ Pánovi. Akkor a te dolgaid meg fognak valósulni. Tak tvoje veci sa uskutočnia. Gyönyörködjél az Úrban. Kochaj Pánovi. Ez is a bizalomnak az egyik Kochaj része. Kochaj sa Pánovi, to určitá časť tiež dôvery. Ja annyira bízol benne. Na toľko v ňom dôveruješ. Hogy a lelkedben is, a gondolataidban is. Tvoje duši, aj myšlienkách. Gyönyörködni tud az Úrban. Sa vieš kochať Pánovi. És ezt meg tudod csinálni. A ak toto vieš urobiť. Azt mondja, megadja a szíved kérésed. Tak hovorí, že náplní, dá prosby tvojho srdca. És igazából Isten helyezi bele a szívünkbe az ő áldásait. A naozaj Boh vkladá do nášho srdca jeho požehnania. Mondom, sokszor nehéz szétválasztani, most csak egy irítség van benne. Ťažkokrát sa dá rozlíšiť, že teraz je vo mne nejaká pícha, alebo nejaká žiadosť. Vagy tényleg Isten helyezett belém egy vágyat. Alebo naozaj Boh vložil nejakú žiadosť do mojho srdca. Ha ez össze van keverve, abu baj van. Ak toto je pomiešané, tak to je problém. Soha ne az irítség. Veľakrát závisť. De hogyha mondjuk neked van egy szép autód. Ale povedzme, keď ty máš krásne auto. És én azt mondom, hogy én is uram egy ilyet szeretnék. A ty povieš, páne, ja by som takéto jedno chcel. Az nem biztos, hogy irítség. Tak to nie je určité, že je to nejaká závisť. De azt mondom, uram, én azt szeretem, hogy mert testvére. Ale keď povieš, že páne, ja by som to chcel, čo má ten brat. Hogy hívnak? Jak sa voláš? Oli, uram, Oli. Szólj az Olivérhez, hogy adja nekem az autóját. Páne, prosím ťa, prehovor k Oliverovi, nech dá jeho auto mne. Ebben már valószínűleg az irítség van benne. Už je určitým spôsobom nejaká závisť. Mert az Úr ezt neki adta, nem neked. Lebo Pán to jemu dal, nie tebe.
És ne az övét kívánja. A nie túl po jeho veciach. Ugyanolyat kívánhat. Také iste si môžeš žiadať. De fontos, hogy tényleg az Úr helyezze be a szívedbe. Ale dôležité je, aby ti to Pán dal do srdca. De ne az imádkozzá. A nie za to sa modli. Hogy szóljon az Úr, adja oda mi az övé. Aby prehovoril Pán k nemu, že čo je jeho, aby dal tebe. És a szép zakója van a Jánosnak. A Jano má také pekné sako. Úrám, szólj neki. Páne, prehovor k nemu. Adja nekem ezt a szép zakót. Nech dá toto pekné sako mne. Akkor én így ember lennék. Tak by som bol závistivý človek. De ja csak azt mondom. Ale keď len to poviem. Úrám, annyira szép. Páne, natoľko to je pekné. Jó, hogy János különben ember minden rendben van. Dobre, v poriadku, že Ján je iný človek ako ja. Jó, hogy szebbet adsz neki. Dobre, že mu dávaš krajšie. De nekem nem adná se. Ale mne by si možno nedal tiež. Értetek, hogy chápete? Ne a másét kíván, ne, tíz parancsolatba, vagy ne kíván do másét. Netuž po druhom, čo má, tak aj desatore je napísané, že nežiadaj to, čo má druhý. És ne helyezi rá nyomást, érzelmi nyomást, hogy ő neki át kell adni az övét. A nevytvor na ňo citový tlak, že on by mal odozdať to, čo je jeho. De ugyanolyat kérhetsz az Úrtól. Ale také isté môžeš pýtať od Pána. De az Úr adja úgy, ahogy ő akarja. Ale Pán nech ti to dá tak, ako on chce. Nemôj meg az Úrnak, hogy kin keresztül adja neked azt oda, vagy hogy adja oda. Nepovedz Pánovi, že cez koho to má dať tebe. Sokszor csak ennyi a különbség az irítség, meg a szívedbe levő kívánság között, amit az Isten helyez bele. Veľakrát le tonko, to je rozdiel medzi závisťou a tým, čo Boh dáva do tvojho srdca. Isten nem az irít kéréseket adja meg. A Pán nedáva tie tvoje žiadosti, ktoré pojítaš na základe závisti. Hanem a szíved kérése. Ale dáva na základe prosby tvojho srdca. És az a szívedbe, a to v tvojom srdci, hogy miután vágyakozzál, po čom máš túžiť, nagyon sokszor, veľmi veľakrát, a Szent Szellem helyezi bele a vágyat. Duch Svetý vkladá do teba tú žiadosť, tú túžbu. És sokszor azért viszel az Úr el Izraelbe is. A preto ťa veľakrát Pán zoberie do Izraela. Más országokba. Alebo do iných krajín, štátov. Más városokba. Do iných miest. Hogy lássad, hogy ilyen is van. Aby si videl, že aj takéto niečo je. Nekem olyan szép házam van. Ja mám taký pekný dom. Hogy nem engedik be mindenkit. Že nevpustiť dnu každého. Pláne irigy embereket. A vlášť zlávistivých ľudí. Mert felrobbannak. Lebo výbuchov. Olyan szép házam. Taký pekný dom mám. De az Úr szólt többször. Ale Pán ku mne prehovoril viackrát. Hogy azt a testvér hívjam meg. Že toho brata mám pozvať. Mutassam meg neki. Mu to ukážem. Hogy az ő hite is felszabaduljon. Aby jeho viera sa oslobodila. Mert neki is ilyet akar adni. Lebo aj Pán jemu chce dať takéto niečo. És akkor meghívta. Tak som ho pozval. Nem mondtam ezt el neki. Nepovedal som mu to samozrejme. Tak én tudtam, hogy ezért hívom meg. Ale ja som vedel, že kvôli tomu pozývam. De nem is volt irigy. Ani nebol závistivý. Örült. Tešil sa. És látom, veszi át a látásokat. A videl som, že preberá to videnie. De volt olyan ember is. Ale bol aj taký človek. Ez egy világi barátom. To bol jeden môj kamarát zo sveta. Egy ilyen putriba lakik. Býva v takom nejakom putri dome. De régi barátom. Ale starý priateľ. Valahogy oda került hozzám. Nejak sa ku mne prikmotril. Bejött. Vošiel. Szóval miért van az a repedés ott a falon? Ty prečo máš tú prasklinu tam na stene? Én nem is láttam, csak mikor oda mentem. Ja som to ani nevidel, až teraz, keď som tam prišiel, som tam povedal. De nem a szépet látta. No nie, krásne videl. Hem a repedést. Ale praskliny. Mi van az ott? Prečo to tam je? Elkezdte szidni a kőműveseket. Začal hovoriť na stavbárov. Milyen dosť munkát végezte. Akú zlú prácu spravili. De aki már épített házat. Ale ten, kto už staval dom. Az mindenki tudja. Tak každý vie. Hogy 5-10 év után. Za 50 rokov. Ja hajszár repedések létre tudnak jönni. Vlás, tenké praskliny vznikajú. Mert mozog az épület. Lebo sa hýbe celá budova. Amen. Amen. De ezt látni. Ale toto vidieť. Ezt észrevenni. Toto zbadať. Že z egészből meg nem lát semmi szépet jót. A z celého nevidí nič pekné a dobré. És egy jó szót nem tudott mondani. A jedno dobré slovo nevedel povedať. Semmi nem tetszett neki, hogy mondtam, hogy de szép ez a lámpa, vagy ez a gerenda, vagy bármit. Nic sa mu nepáčilo, hovorí mu, že pozri, aká pekná lampa, aká pekná trám. De hogy mibe tud belekötni, ale azt egyből istenem. Ale do čoho vie kopnúť, to hneď zbadal. És egyből tudtam, hogy irigy ember. A hneď som vedel, že je závistivý človek. Kicsit próbáltam is távolítani a kapcsolatunkat. Troška som sa snažil aj náš vzťah zdialiť. Most is barátom. Aj teraz jem priateľ. De egy irigy. Ale je závistivý. Van ilyen. Je takéto. Csak ne legyél szoros kapcsolatba vele. Le nebuď s ním v úzkom vzťahu. De ugye nem tudom, itt rejtőjenőt ti olvastatok, vagy olvasnak Szlovákiába? Rejtőjenőt? Nem. Mindegy, Magyarország van egy író. Jedno, Magyarsku je jeden spisovateľ, Rejtő Jenő. Ilyen ponyva regényeket írkát. Milyeneket? Ponyva regényeket. Regényeket írt mondjuk. Také rôzne príbehy, opisuje poviedky. De lényeg, neki volt egy mondása. A on mal jeden taký slogan.
Ő azt mondta, on povedal, én ja, a barátaimat, mojich priateľov, az agybajukkal együtt is szeretem. Milujem aj s ich mozgovými problémami. Ne gyűlölj meg egy embert, egy barátot azért, mert irigy. Neznenávidj jedného priateľa, pretože je závistivý. Imádkozz za érte. Modli sa za ňo. Az Úr szabadítson meg. Páne ho oslobodí. Nem kell megszüntetni a kapcsolatot. Netreba rozdeliť ten vzťah. Ne félj attól, mert te is irigyí válsz. Neboj sa o to, že aj ty sa staneš závistivý. Ale abba higgyél, hogy majd ő se lesz irigy. Ale v tom ver, že potom ani on nebude závistivý. Nagyobb az, aki bennünk van. Lebo väčší je ten, ktorý je v nás. Mint aki a világban van. Ako ktorý je vo svete. Jézus nem félt egy leprás embertől. Ježiš sa nebál od niekoho, kto mal lepru. Tudjátok, a lepra az érintéssel terjedt. Ha megfogta egy leprást, akkor leprás lehettél. Viete, keď si chytili malomocného, tak sem to mohli chytiť dotykom. Ez így el is szeparálták őket. Preto ich separovali. De Jézus nem félt tőle, ő is leprás lesz. Ale Ježiš sa nebojil, nebál od nich, že on bude malomocný. Megfogta leprást. Ale chytil malomocného. És ami Jézusba volt egészség. A to zdravie, ktoré bolo v Ježišovi. Az ment bele a leprásba, és meggyógyult. To vošlo do toho malomocného. A uzdravil sa. Hm? Ne féljetek. Nebojte sa. Irigy emberektől. Závistivých ľudí. Az Úr szabadítsa meg őket. Páne ich oslobodí. Minket is ő szabadított meg. Aj nás on oslobodil. Most majdnem mondta, én is irigy ember voltam. A ja som bol veľmi závistivý človek. De igazából annyira nem. Ale naozaj natoľko nie. Még világba se. Ani vo svete. Valahogy ezzel a démonok engem nem kötöztek. Nejak ako títo démoni ma nepoviazali. Megtérésem előtse. Pred obrátením. Nem voltam irigy. Nebol som závistivý. Nem tudom miért. Neviem prečo. Önző voltam. Sebecký som bol. Most bűnvallást tartok. To teraz ho robím vyznanie hriechov. Meg elég egoista ember. A dosť egoistický človekom som bol. De az irigy az annyira nem volt rám jellemző. Ale za to závistivý som nebol. De azért magam körül forogtam fest. Ale za to som sa krútil okolo seba dosť. És az Úr tanított meg arra. Respektíne Martinský fest. Hogy mások körül forgolódjak. A pán ma učil... Mi? Hogy mások körül forgolódjak. Ne magammal foglalkozzak, a mások javán. A pán ma naučil k tomu, aby som sa točil okolo iných ľudí. És az Úr felhozza a te igazságodat. A pán vyniesie tvoju spravodlivosť. Van az evangélium egy olyan rész. Je v evangéliu taká časť. Mikor Jézus mond egy példázatot. Keď Ježiš povie jeden príklad. És fogad fel embereket. A prijíma ľudí. És megegyezik az elsővel, hogy mennyi pénzt ad neki. A dohodne sa s jedným, že koľko peňazí mu dá. De többivel már csak azt mondja, ami igazságos, megadom neki. A ostatným povie, že to, čo je spravodlivé, to vám dám. És ők is elmentek dolgozni. A oni išli teda pracovať. És az a lényeg, a to je podstatné, hogy Isten igazságos is, že Boh je spravodlivý aj, és persze kegyelmes is, aj milostivý, de az igazság az, hogy Isten egy bizonyos életszínvonalat számodra eltervezett, ahogy élned kellene itt a Földön. A pravda je taká, že Boh ti vytvoril určitú životnú úroveň, ako by si mal tu žiť na zemi. És ez egy szép élet. A to je jeden pekný život. Az egy áldott élet. To je jeden požehnaný život. Az egy győztes élet. Víťazný život. Isten ilyet készített számodra. A Boh takéto niečo prihystal pre teba. És én olyan életet élek. A ja taký život žijem. Lehet, ezt mondtam múltkor is. Možno som vám to už hovoril minule. Ez annyira tetszik nekem. A natoľko sa mi to páči. Mindig elmondom, akárhol beszélek. Že stále to poviem, kdekoľvek o tom rozprávam. Otthon minden héten elmondom. Doma to hovorím každý týždeň. Olyan életet élek. Ja taký život žijem. Nem cserélnék senkivel. Že by som si s nikým nevymenil. Senkivel. S nikým. És nem azért vagyok a leggazdagabb. Nie, pretože som najbohatší. Vagy a legokosabb. Alebo najmudrejší. Hanem azért. Ale preto. Mert azt az életet élem. Alebo ten život žijem. Amit Isten nekem elkészített. Ktorý mi Boh prichystal. Ami igazságos. Čo je pravdivý život. Ami nekem el van készítve. Čo je mne prichystaný. Abba járok. S tým chodím. Abba élek. V tom žijem. És ez engem teljes boldogsággal tölt el. A toto ma úplným šťastným naplňa. Van nekinek nagyobb autója van. Niekto má možno väčšie auto. Nagyobb háza. Väčší dom. Több gyereke. Viac detí. Mondjuk olyan kevés van. Povedzme, takých je málo menej, ako oproti mne. De, tehát valami mi valakinek van több. Ale niekto z niečoho má viac. De nekem mindenből annyi van, amennyi nekem igazságos. Ale ja zo všetkého mám toľko, koľko je pre mňa spravodlivé. Nekem az az igazság, hogy 11 gyerek kellett. U mňa to je pravda, že u mňa bolo potreba 11 detí. Ott éreztem, hogy nagyjából meg vagyok elég. Tam som zhruba cítil, že už som tak uspokojený.
Mám už tu 4 kirepült. Už teraz 4 vyleteli. Má čak 7 van otthon. Už len 7 mi ostalo doma. Jaký čonka család vagyunk. Už sme tak oklieštená rodina. De az örülünk ennek a kis csonka családnak is. Ale za to sa tešíme aj tejto okleštenej rodiny. De nekem úgy hiányoznak. Ale chýbajú mi. Nekem úgy kevés. Pre mňa je to už tak málo. Kevés. Málo. Hét gyerek az van, kevés. 7 deti, to je málo. Nem is értem, hogy akinek csak 60, hogy tud így boldogan élni. Ani nechápem, že ten, kto má 6, ako vie tak žiť šťastne. Nem hiszem, hogy nem hiányzik neki. Neverím mu, že mu nechýba ďalšie. Že valaki húzza az egyik fülét. Že niekto mu ťahá jedno ucho, jedno dieťa, lábát, druhé na druhé má. Kezét. Tretie ruky. Én ezt szeretem. Ja toto mám rád. De azt az életet élem, úgy érzem. Ale ten život žijem, tak to cítim. Amit az Isten elkészített számomra. Ten život, ktorý prichystal pre mňa Pán. Ami az ő örök tervébe el van készítve. Ktoré vo väčšnom pláne je prichystané pre mňa. Az az igazság. To je pravda. Amikor építesz egy házat, keď stavíš jeden dom, megvan a terv, máš plán, az az igazság. To je pravda. Az fog felépülni. To sa vybuduje. Amen? Amen. A te terved is megvan a te életedre. Aj plán na tvoj život je už prichystaný. A te életed is egy ház, azt tudod. Lebo aj tvoj život je jeden dom, to vieš. Ez Isten olyannak akar felépíteni, amilyen az igazságba, a tervbe el van készítve. A plán ťa chce tak vybudovať, ako je to už prichystané v tom pláne, v tej pravde. És hogy abban jársz, ak v tom chodíš, akkor érzed, hogy cítiš, elégedett vagy. Že si taký uspokojený, boldog vagy. Šťastný si. Szoktam, én se vagyok még teljesen ebbe tökéletes, természetesen. És samozrejme, ja úplne nie som v tomto dokonalý. De félelmetesen közel vagyok a tökéletességhez. Ale neuveriteľne som blízko k dokonalosti. Ez is a kedvencem mostanában, ezt is elmondom mindenhol. Toto každý týždeň, toto tiež všade hovorím stále. Félelmetesen közel vagyok. Čiže neuveriteľne, strašiteľne som blízko už dokonalosti. De még nem tökéletes. Ale ešte nedokonalý. Még van mit fejlődjek. Ešte mám sa kde vyvíjať. Még nem vagyok azok a tehéntrágyák közé. Ešte netúžim ísť do slamy medzi kravy. Ennyire még nem vagyok gazdag. Ešte natoľko nie som bohatý. Én még úgy látnak perspektívát, fejlődési lehetőséget. Ja ešte vidím perspektívu, možnosť rozvoja. Én ma voltam annyit szegény. Ja už som bol toľko chudobný. Jézus mondta, hogy a szegények mindig lesznek köztetek. A Jézus hovorí, že chudobní stále budú medzi vami. Mondom, Uram, köszönöm neked. Hovorím, Pane, ďakujem ti. Mindig lesznek köztünk szegények. Že stále budú medzi nami chudobní. De ma voltam annyit. Ale už som bol tak dlho. Už legyen más. Nech už je niekto iný. Most játszunk olyat, hogy nem én leszek a szegény. Teraz rájme také, že nie ja budem chudobný. Én azt annyiszor elszerepeltem, több évadon keresztül. Ja už som toľko v tejto role hral dlhé roky. Most játszunk, hogy van ez a Koldus és Királyfi, tudod, azt ti is ismeritek. Teraz rájme toho zsobráka a krála. Na voltam annyit Koldus. Most nem volt toľko zsobrák. Te inkább király szeretnék. Szembe byť rád, hogy teraz králom. Aki meg sokat tud ma király és unja. A kto už bol dlho krála, znudený je. A legyen Koldus. Tak nech je zsobrák troška. És akkor jobban fogja szeretni az urat. A potom lepšie bude mať rád pána. Komolyan. Vážne. Mindenkinek személyre van szabva. Každého je to ušité na osobu. Az igazsága. Pravda, jeho pravda osobná. De Isten azt akarja, ale Pán to chce, hogy te is egy elégedett életet éljél. Lebo ty si jeden uspokojený život. Amíg život. Nem tudod elmondani, kým nevieš povedať, hogy olyan életet élsz, že taký život žiješ kereszténként, ako kresťan, hogy nem cserélnél senkivel, že by si s nikým nemenil, addig ne hadd abba az imádkozást. Dovtedy nezanechaj modlitby. Még nem találtad meg a te igazságodat. Ešte si nenašiel svoju pravdu. Neked még kell bíznod az Úrba. Ty ešte musíš dôverovať Pánovi. Még kell imádkoznod. Musíš sa modliť. Kell keresed az Urat. Musíš hľadať Pána. Kell várakozzá az Úrra. Musíš očakávať na Pána. Én nekem olyan minimálisat kell csak imádkozni. Ja už len tak minimálne sa musím modliť. De azért, ale preto, mert majd nagyon közel vagyok, félelmetesen közel vagyok a tökéletes. Lebo ja už som strašne blízko k dokonalosti. De még nekem is kell imádkozni. Ale aj ja sa musím modliť. De ma nagyon kevesen. Ale už veľmi málo. Napi 1-2 óra elég. Denne hodinu dve stačí. Régebben többet imádkozni. Dávnejšie som sa modlil viac.
többet böjtöltem. Miatt som sa postil. Na, most egy évbe 100 napot, ha böjtölök. Dnes už len 100 dní v roku, keď tak pustím sa. To nie je veľa. Amikor megtértem. Keď som sa obrátil. 10 éven keresztül. Som 10 rokov. Évente. Ročne. Olyan 200 napot böjtöltem. 200 dní postil sa. Így aztán hisztem el. A tak to som potom nemohol pribrať. De nem azért böjtöltem. Ale nie preto som sa postil. Hanem kerestem az urat. Ale hľadal som pána. És akkor ezt elmondtam valakinek. Keď raz som toto niekomu povedal. Megsajnált. Olutoval ma. Mondja, egyél, Kornél. Hovorí, Kornél, však jedz. Ennyit nem kell böjtölni. Akkor nemusíš sa postiť. Nem erről szól az élet. Nie o tom, to je život. Hogy belehalljunk. Že aby sme toto umreli. Úgyhogy. Takže. Onnantól azt már nem böjtölök annyit. Odtedy už sa nepostím toľko. Vagy 10 éven keresztül. 10, počas 10 rokov. Van 200 napot. Som 200 dní. Postil. Nekem ez teljesen normális. Pre mňa to bolo úplne normálne. De ez ahhoz kellett. Ale samozrejme to k tomu trebalo. Hogy amit az úr elkészített. Že čo mi prichystal pán. Azt tud nagyjából át tudjam venni. Aby som to vedel prebrať. Čiže van neked is mi az elhívásod. Zrejme aj ty, čo máš ty povolanie. Mi a szolgálatod. Čo je tvoja služba. Milyen élet van elkészítve. Aký život je prichystaný pred tebou. Neked is ahhoz képes kell keresni az urat. Aj ty k tomu zodpovedajúc musíš hľadať pána. Mert a böjt az az Istennek a keresés. Lebo post i hľadanie Boha. Amen. Amen. És sokan most irigyek rám. A mnohí mi teraz závidia. De ezeket nem tudják. Ale o tom to nevedia, koľko som sa postil. Hogy ez nem így jött egy perc alatt. Že to neprišlo takto za minútu. Hanem ez évtizedek vannak mögötte. Ale roky, desiatky rokov je za tým. És most már 30 éve keresem az urat. A dnes už 30 rokov hľadám pána. És mi most sem nagyon tudok sok mindent. A ani dnes veľa toho neviem. Meg is van írva. Je aj napísané. Hogy aki azt mondja. Že kto povie. Hogy ő ismeri az Istent. Že on pozná Boha. Az még semmit nem ismer. Tak ešte nič nepozná. Aki megismert valamit Istenből. To už niečo spoznal z Boha. Az csak azt tudja mondani. Tak len to vie povedať. Hogy nagyon keveset ismere Istenből. Že veľmi málo poznám o Bohu. Én is csak ezt tudom mondani. A ja iba toto viem povedať. Nagyon keveset ismerek Istenből. Veľmi málo poznám o Bohu. De ismerem őt. Ale poznám ho. Ismerem. Ale poznám. És van vele kapcsolatom. A mám s ním vzťah. Szokott hozzám szólni. Znikol ku mne hovoriť. Én is hozzá szólok. A ja k nemu prehovorím. És általában arra válaszol, amit én kérdezek. A väčšinou na to odpovedá, na čo sa ja pýtam. Én is arra válaszol, amit ő kérdez. A ja na to odpovedám, čo sa on pýta. És ez a kapcsolat. A toto je vzťah. Ez a közösség. Toto je spoločenstvo. Amíg ez nincs meg. Kým toto nemáš. Addig ne elégedjél meg a vallásosságot. Tak sa neuspokoj svojej nábožnosti. És ott maga a vallásnak is az a lényege. Samotná podstata náboženstva je to. Még ha valaki meg is tér, keď aj niekto sa obráti, újra születik Krisztus Szent Szellemtől, z vody, z ducha, megbánja a bűneit, olutuje svoje hriechy, vagyis a keresztényi válás lépéseit megteszi, že ináč povedané, spraví tie prvé kroky k tomu, aby sa stal kresťanom, igazából és hitből, naozaj a z viery, de utána megelégszik az Istennel való kapcsolatával, a potom sa uspokojí so vzťahom s Bohom, az maga vallás. Tak to je samotné náboženstvo. Akkor az ember visszacsúszott a vallásba. Tak človek sa vrátil naspäť do náboženstva. Akkor meg vagy elégedve vallásosságoddal. Ak si uspokojný so svojou nábožnosťou. S Istennel való kapcsolatoddal. So svojím vzťahom s Bohom. Akkor visszacsúszta a vallásba. Tak si sa šmikol naspäť do náboženstva. A kereszténység az nem vallás. Kresťanstvo nie je náboženstvo. Az élő kapcsolat Istennel. To je živý Boh, živý vzťah s Bohom. S Istennel mindig van több. A u Boha je stále viac. Nem lehet Istent kiismerni. Nedá sa vypoznať Boha. Ez lett is 70-80 év alatt. Počas týchto 70-80 rokoch. Nem létezik, hogy teljesen megismert. Neexistuje, aby si ho úplne spoznal. Biblia azt mondja, most. Biblia hovorí, že teraz. Tükör által homályosan látunk. Že teraz cez zrkadlo hmlisto vidíme. De majd, ha meglátjuk, színről színre. Ale keď ho uvidíme z tvári tvár. Akkor meg fogsz még döbbenni. Tak sa veľmi budeš ohromený. Mert Istenben annyi újság van most is. Lebo v Bohu je toľko noviniek už teraz. Úgyhogy ne legyél megelégedve azzal, hogy Istent mennyire ismered. Čiže nebuď uspokojený tým, že nakoľko poznáš Boha. Az életeddel legyél megelégedve. Svojím životom buď spokojný. Hogy Isten annyi igazságot átadott, annyi áldást. Že Boh ti odozdal toľko pravdy, toľko požehnania. Amit az Úr nélkül még az 1%-át se érted volna el. Čo bez pána by si nedosiahla ani 1% toho. Csak az ember elégedett. A človek je uspokojený. Például anyagilag is. Aj materiálne, napríklad. Ha én nem térek meg, aby som sa neobrátil, körülbelül tudom, hogy milyen élet színvonalon élnék. Približne viem, na aké životné úrovni by som žil. Elég síralmas. Dosť žiaľstivo. És mindig nagyon hálás vagyok az Úrnak. Stále som vďačný za pána. Hogy annál
sokkal jobb életszínvonalon élek. Ott mnohem väčšiu životnú úroveň mi dal. Nem vagyok milliárdos. Nie som miliárdár. De jó életem van. Ale dobrý život mám. Szépen élek. Krásne žijem. Hálás vagyok az Úrnak. Som vďačný Pánovi. És tudom, hogy ezt neki köszönhetem. A viem, že to môžem ďakovať. És elmondok még egy nagy titkot a bizalomról. A ešte jedno veľké tajomstvo poviem o dôvere. Nem tudom, hanyan vagytok elégedettek az anyagi életetekkel. Neviem, koľký z vás sú spokojní so svojím materiálnym životom. Nem baj, ha nem vagy elégedett. Nevadí, ak nie si. De szeretnék egy igazságot elmondani. Ale chcel by som povedať jednu pravdu. Hogy semmi nincs olyan nagy hatással az anyagi életedre. Že nič nemá taký veľký vplyv na tvoj materiálny život. Mint az Istenbe vetett bizalmat. Ako dôvera, ktorú máš Pánovi. Úgy is mondhatnám? Aj tak by som to mal povedať. Az anyagi életed színvonala. Že úroveň tvojho materiálneho života. Egyenes arányban van az Istenbe vetett bizalmat. Je priamo úmerne v tom, nakoľko dôveruješ Pánovi. Bohu. Ha nem vagy elégedett anyagilag. Ak nie si spokojný po materiálnej oblasti. Akkor nem másodállást kell keresni, meg harmadállást, meg túlórázni. Tak nemusíš si hľadať druhú prácu, tretiu prácu a nadčasy robiť. Ha nem. Ale. Bizalmadat erősítsd az Úrban. Ale svoju dôveru posilni v Pánovi. Hogy ő jó. Že on je dobrý. És jó fog téged tartani. A dobre ťa bude udržiavať. Sem igazságos. A čo je pravda. Megadja neked. A čo je pravdivé, to ti dá. Amen. Amen. Meg vagyok erőgyőződve. O tomto som presvedčený. Úgyhogy hagyjad az Úrra te utadat. Takže. Ötödik, hagyjad az Úrra te utadat. Takže nechaj svoju cestu na Pána. És bízzál benne. Uval na Hospodina svoju cestu a dôveruj mu, nádej mu. Bízd rá az életed útját. Odovzdaj mu svoju cestu života. Egész földi sorsodat. Celý svoj pozemský osud života. Merjed belehelyezni Isten kezébe. Buď smelý to dať Pánovi do ruky. Te magadnak a legjobb gondolatok között se. Ti ani medzi svojimi najlepšími myšlienkami. Tudsz olyan jót magadnak elképzelni. Nevieš také, amit Isten talált ki neked. Nevieš také dobré vymyslieť, čo už Boh pre teba vymyslel. Ez a bizalom. Toto je dôvera. És ő ezt fogja teljesíteni. A on toto uskutoční. Felhozza a te igazságodat. Vyniesie tvoju pravdu. Felhozza azt a tervet, amit ő elkészített. Vyniesie ten plán, ktorý pre teba prichystal. Meg fogja ezt világosítani. Toto ti osvieti. És fogod élni ezt az életet. A budeš žiť ten život. Ez Istennek az akarata. Toto je Božia vola. De ehhez tudod, mi kell? Ale k tomu vieš, čo treba? Hetedik verszak. Siedmi vers. Nem tudom szlovákban, ha milyen szó adja vissza, de ezt csillapodjál le. Itt azt mondja, hogy ha legyen csöndben. Az is jó. De csillapodjál, hogy nyugodjál meg. Igen. Siedmi vers, 37. žalm, my tu máme, že mlč Hospodinovi, a oni tu majú nielen mlč, ale že ukludni sa. Pokoj, kľud, ukludni sa Hospodinovi. Ez is, hogy legyél csendben. A čiže stíš sa. Stíš sa. To mlč, skôr, že stíš sa. Nyugodj meg! Upokoj sa. A tu megnyugszol. A o to sa upokojíš. És várjad őt. A očakávaj na neho. Várjad őt. Očakávaj na neho. A várjad őt. Očakávaj ho. Az a szellemi élettel van összefüggésben. Nem passzív várakozásról beszél. To je spojitosti s duchovným životom. Nehovorí tu o pasívnom čakaní. Hanem imáról beszél. Ale o modlitbe. Böjtről. O poste. Isten igének a olvasásáról. O čítaní Božieho slova. Hallgatásáról. O počúvaní Božieho slova. Most? A teraz? Hogy itt ülsz? Že tu sedíš. Várod az Urat. Očakávaš na Pána. Ezzel. S týmto. Ez ezt jelenti. To znamená. Hogy itt ülsz? Tu sedíš. Hallgatod az igét. Počúvaš Božie slovo. Hogy várod őt? Očakávaš na ňo. Most már csak egyet kell még előtte. Teraz už len jedno treba predtým. Csillapodjál le. Aby si sa pokojil. Tehát azok a gondolatok, amik gyötörnek. Že tie myšlienky, ktoré ťa prenasledujú, trápia. Idegesítenek. Mervozňujú. A sorsoddal kapcsolatosan. V súvislosti s tvojim osudom. Azokat is csitíts le. Hát je, upokoj. Skludni ich. Ne engedjed, hogy míg az Urat várod. Nedovol, že kým očakávaš na Pána. Rossz gondolatok lenyomjanak. Aby ťa zlé myšlienky stlačili dole. Ezt meg lehet csinálni az Úrral. Toto sa dá urobiť, vykonať s Pánom. Hiszem, hogy ezt az Úr segít ebben neked. A verím, že v tomto ti Pán pomôže. Mert így fejezi be. Lebo takto to ukončuje. Szűnj meg a haragtól. 8-as má, szűnj meg a haragtól. Lebo takto pokračuje ďalej, že nechaj hnev. To je nagyon fontos. Zanechaj hnev. Ne haragudjál senkire. Že nehnevaj sa na nikoho. Arra se, akinek az útja má szerencsés. Ani na toho, ktorého cesta už je úspešná. És ne bosszankodj. A neznervozňuj sa. Csak rosszra vinc. Nehnevaj sa. Nem jó gyümölcse van. Nemá to dobré ovocie. Hnev, idegességnek, nervozita, aggodalomnak, obávanie, félelemnek, strach. Ha az aggodalom miatt, a kvôli strachu, obávam. Jobb életünk lenne, by sme mali lepší život, ak
akkor nagyon sok embernek ma nagyon jó élete lenne. Tak veľmi veľa ľudí by už malo veľmi dobrý život. Mert ma szétaggódta maga. Lebo už sa rozobávali, rozstrachovali. Egyszer hallottam egy ilyet, nagyon tetszett. Raz som takéto jedno počul. És ezt világi ember mondta. A toto svetský človek povedal. Minden családban. V každej rodine. Van egy feketőves aggódó. Je jeden čiernym opaskom taký, ktorý sa obáva. Nem tudjátok, mi a feketőves? Szerintem. Karate is. Poznáte. Mester. Čierny opasok v karate, to už je majster, to už je level majster. Mesteri szinten aggódanak. Už na majstrovskej úrovni sa obávajú. Minden családba. V každej rodine jeden. Ez a feladata. Toto má úlohu. Aggódjon. Obávať sa. Mindeni. Za všetko. De te ne legyi az. Ty nebuď ten. Mert azt mondja a Biblia, lebo to hovorí Biblia, aggódás, že obava, az egy milliméterrel se növeli meg a termetedet. Ani o jeden milliméter ťa neurobí väčším. Nem tudom, hány centi vagy. Neviem, koľko centimetrov máš. De én elég kicsi voltam sokáig. Ja som bol dosť dlho veľmi malý. Nagyon nehezen nőttem. Veľmi ťažko som rástol. És nagyon ideges voltam. A veľmi som z toho bol nervózny. De nem nőttem attól semmit. Ale nic som od toho nenarastol. Ma ilyen nyolcadikos koromba. Keď som bol v osmak. Nagyon-nagyon nehezen akartam megindulni. Veľmi ťažko som sa rozbiehal. Valami vissza akart nyomni. Niečo ma sláčilo naspäť. De, és akkor van, aki nem elégedett a termetével. A niekto nie je spokojný so svojím výzorom. De bárhán centi vagy. Ale koľkoľvek centimetrov máš. Nem fogsz nőni. Nebudeš rásť. Attól, mert aggódsz ezért. Od toho, že sa obávaš. Na kérdez az urat. Ale keď prosíš pána. Te szeretnél 10 centivel nagyobb lenni? Že ty by si chcel byť o 10 centimetrov väčší. Ha megadja, próbálkozzam. Vyskúšaj sa, snáď ti to dá. Hát a szíved kér, az úr helyez tebe a szívedbe. Ak to pán dal do tvojho srdca, megadhatja az úr. Tak ti to vie dať. Amen. Amen. De lehet, hogy pont annyi vagy. Annyi centi, mert az úr így tervezett. Ale možno si práve preto toľko centimetrov, lebo toľko to naplánoval pán. És ezt jó, hogy el tudod fogadni. A to je dobré, keď vieš prijať. Tehát, és akik az urat várják, azok öröklik a földet. A tí, ktorí očakávajú na pána, dedia zem. Tehát Isten nem csak ebben a pillanatban, jelenben akar bennünket megáldani. Čiže Boh nie len práve v tejto chvíli nás chce požehnať. Istennek egy örök terve van az életen. Boh má pre nás jeden večný plán. Tehát akiknek nincs hitük, tí, ktorí nemajú vieru, csak 70-80 évben gondolkoznak, len rozmýšľajú v 70-80 rokoch, azok idegeskednek a legtöbbet. Života, tí sa najviac nervozňujú. Mert érzik, hogy az idő nem nekik dolgozik. Lebo cítia, že čas nepracuje pre nich. De akinek örök élete van. Ale kto má večný život. Mert megtért, újra született. Lebo sa obrátil, znovu zrodil. Az tudja, tak ten vie, hogy az idő is nekem dolgozik. Že aj čas pre mňa pracuje. Minél több idő tel el, čím viac času sa minie, onnan jobb életem lesz. O to lepší život budem mať. És nem csak 70-80 évig. A nie, 70-80 rokov. Vagy a Zsoltár mondja ezt. Ako hovorí žalmista. Hanem örök életünk van. Ale večný život máme. De Isten már itt a földön is jó életet akar. Ale Boh už aj tu na zemi chce, aby si mal dobrý život. Akar adni előleget abba a mennyei életbe, amit rád vár. Chce ti dať preddavok z toho nebeského života, ktorý už na teba čaká. De ehhez Isten azt akarja. Ale k tomu Boh to chce. Hogy várjad az Urat. Aby si očakával na Neho. Bízzál benne. Aby si mu dôveroval. Csak azt tud várni az Urra, aki bízik benne. Len ten vie očakávať na Pána, és aki mu dôveruje. És aki ismeri az Urat. Ak to pozná Pána. Akit nem ismersz. Koho nepoznáš. Arra nem vársz. Na toho nečakáš. Igaz? Pravda? Hogy valakire várjál. Aby si na niekoho očakával. Az kell, hogy ismerd őt. Tak je potrebné, aby si ho poznal. Kell, hogy ismerd őt. Musíš ho poznať. Mondták, hogy nagyon vártatok itt bennünket. Hovorili nám, že veľmi nás už očakávate. Hát akik ismernek, tak tí, ktorí ma poznajú, azok tu elfogadom, hogy vártak. Od týchto prijímam, že ma očakávali tu. De aki nem ismer, az nem tud várni. Nepoznal, tak ten nevie čakať. Mert nem tudja, hogy mire vár. Lebo nevie, na čo čaká. Hogy mire számíthat. A či môže rátať. De ti már tudjátok. Ale vy už viete. Hogy én jövök. Že keď ja prídem. Ja budem. Suťok időva. Zbytočne, zlé počasie. Ako už nevedne fogu. Aj tak sa budeme smiať. Vannak pásztorok. Sú pastieri. Ja, halottak napja körül szoktak hívni. Zvykli ma zavolať vtedy, keď je deň, ten november, ten sviatok, deň zosnulých. Vagy ilyen szomorúbb napokon. Alebo také smutnejších dňoch. Komu, és meg is mondja. Vážne, mi to povie. Most meghívtak egy helyre. Teraz ma zavolali na jedno miesto. Mondom, miről legyen szó, mit szeretnél? O čom mám hovoriť, čo by ste chceli? Szokolni, semmit, csak nevetni. Korrel, nincs, len smiať. Azt se bánom, hogy csak vicceket mond az egész nap. A én nem budem lutovať, keď celý deň budeš hovoriť vtipy. Ez volt a pásztornak a kérése. Toto bola pastierová prosba. Mondom, ez nekem megy. Hovorím, toto mi ide.
De nevettünk is sokat. Ale smiali sme sa aj veľa. Mondja, hogy annyi tanítást ismerek ma keresztények. Hovorí mi, že toľko učení už kresťania poznajú. Biblia tudják előről, hátul. Bibliu poznajú spredu, zozadu. Az életük nem lehet jobb. Život nemôžeš mať lepší. Akkor hiába tudja a betűt. Zbytočne pozná písmo. És ugye mondja is, hogy á, ő is nagyon sok intést elhez a gyülekezetbe, mert egy pásztornak kell intenni, fegyelmezni a gyülekezetet. A on veľmi veľa napráva v zbore ľudí, opäť jeden pastier musí. Ak volt másik vendég, az is jó nagy intéseket helyezett el. Bol druhý pastier predo mňou, ten tiež veľké napomenutia položil na ľudí. Szóval, gyere mell, de most te nem mondja intést, csak vicceket mondja. Ale prosím ťa, príď už, ale nehovor napomenutia, len vtipy. Mondom jo. Hovorím dobre. És megáldotta az Úr. A požehnal to Pán. És mindenki boldog volt. A každý bol šťastný. És közelebb kerültünk az Úrhoz. A bližšie sme sa dostali k Pánovi. Mert az Úr se olyan. Lebo ani Pán nie je taký. Mind a rossz szülők. Ako zlí rodičia. Hogy állandóan de gyereket fegyelmezik. Že stále len naprávajú svoje deti. Nem mehetsz oda. Nemôže ísť tam. Tedd le. Polož to. Ülj le. Sadni si. Engedd el. Pusti to. Hadd a testvérere. Nechaj brata. Ne húzd a haját. Neťahaj mu vlasy. És a gyerek nevelés erről szól. 90%-ban sok családban. A výchova deti, žiaľ, o tom to je 90% v mnohých rodinách. De ez nem jó. Ale to nie je dobré. Az a gyerek ebben nem érzi jól magát. To dieťa sa v tomto necíti dobre. Állandóan meg van mondva, mit csinál rosszul. Stále mu je hovorené to, čo robí zle. Nem jó. Nie je to dobré. És Isten nem ilyen. A Boh nie je takýto. Még jedno titkot elmondok nektek. Ešte jedno veľmi veľké tajomstvo vám poviem. Ez a legnagyobb titok. Najväčšie tajomstvo. Én a legtöbbet. Ja najviac. A gyerekeimtől tanultam. Som sa naučil od mojich detí. Komolyan. Vážne. Így az életről. Takto o živote. Hogy én bántam velük. Ako ja som ich choval, jak som sa k ním správal. Az Úr mindig ezt mondta, hogy ő is így bán velünk. A Pán mi to ukazoval, že aj on sa chová, správa tak k nám. Mert ő atya. Lebo on je otec. Atya. Otec. Ő így jelenti kimat, ő apa. On je otec. Amen? Tata. És azt mondják már ilyen gyerekpszichológusok is. A to hovoria takíto detskí psychológovia. Hogy a gyerekek, hogy egészségesen fejlődjönek. Deti, aby zdravo sa vyvíjali. Ha akarsz egy fegyelmezést elhelyezni. A chceš položiť jednu nápravu. Ano, körülbelül 10 dicséretnek kell megelőzni. Tak približne predtým musíš povedať 10 pochvál. Ezt mondják. Toto hovoria. Nem keresztények. Nie kresťania. Világi keresztény pszichológusok. Kresťanský, svetoví kresťanskí psychológovia. Hogy... Nem jó? Nem, azt mondtad, hogy nem keresztények, aztán mondtad, hogy keresztény pszichológusok. Nem, világi pszichológusok. Svetovi, takže svetskí pszichológovia. Világi pszichológusok. Nem keresztények. Azt mondom, nem keresztények. De azt mondtad, világi keresztény pszichológusok. Ja, azt te mondtad, nem jön. Že ja som to povedal. De ha azt akad, hogy egy gyerek, nyilván kell egy gyereket fegyelmezni, tehát ez a egyetért mindenki. Zrejme treba naprávať deti, s tým každý súhlasí. De legalábbis magyar, tudom, Slovákiában nem így csinálják. Ale viem, ti jól csinálják. Na Slovensku to robíte veľmi dobre. De Magyarországon. Ale v Maďarsku. Általában túl vannak fegyelmezve a gyerekek. Väčšinou sú deti prenaprávané moc. És van olyan ige. Je také písmo. Szülőknek. Pre rodičov. Hogy ne fegyelmezzék túl a gyerekeik. Že nemajú moc naprávať svoje deti. Hogy nehogy kétségbe essenek. Nie, aby sa dostali do pochybností. És nehogy elveszítsék az élet kedvüket. Aby stratili chuť do života. Szét lehet verni az élet kedvet egy gyerekbe. Dá sa rozbiť chuť do života v jednom dieťati. Állandó korrigálásokkal. Keď ho stále koriguješ. Hogy mit csinál rosszul. Čo robí zle. Nem kezdve foglalkozni. Netreba sa s tým zaoberať. Hanem kell, persze fegyelm, kell foglalkozni, de sokkal kevesebbe, többet kell foglalkozni a dicsérettel. Samozrejme, treba sa s tým zaoberať, ale o mnoho menej, viac sa treba zaoberať pochvalou. És nagyon nagy téma a gyereknevelés, talán már beszéltem is itt erről sokat. Obrovskou témou je výchova deti, možno som už o tom tu hovoril aj dosť. És nincs tökéletes gyereknevelés. A neexistuje dokonalá výchova detí. Ne is próbáld meg. Ani sa o to nepokúšaj. Itt is bízni kell az Úrban. Aj tu treba dôverovať Pánovi. Hogy amit elszúrta. Že čo si pokazil. Az Úr kipótolja. Tak Pán to nahradí. Nem tudod tökletesen. Nevieš to robiť dokonale. De nagyon sokat segíthetsz. Ale veľmi veľa vieš pomôcť. A gyerekednek. Svojmu dieťaťu. Ha hagyod. Ak ho necháš.
Hogy gyerek maradjon. Aby ostalo dieťaťom. Ugye tegnap ezt az igét felolvastuk, de most csak elmondom. Včera sme prečítali také jedno písmo, ale teraz to len poviem. Hogy amíg gyermek voltam, že kým som bol dieťaťom, úgy gondolkoztam, tak som rozmýšľal, úgy beszéltem, tak som rozprával, úgy értettem, tak som chápal, mint gyermek, ako dieťa, vagy kiskorú, ako maloletý. Amikor felnőtt lettem, keď som sa stal dospelým, akkor elhagytam a gyerekes gondolkozást, tak som zanechal to rozmýšľanie maloleté, és azokat a beszédeket is. Aj tie slova. És van különbség a kiskorú és a nagykorú között. A je rozdiel medzi maloletým a dospelým. És nagyon igazságtalan, a veľmi je to nespravodlivé, mikor egy nagykorú, keď jeden dospelý, egy kiskorún kéri számon, si vyžaduje od maloletého, miért nem úgy beszél, prečo tak nerozpráva, miért nem úgy gondolkozik, prečo tak nerozmýšľa, mint egy nagykorú, ako jeden dospelý. Ez egy kegyetlenség. To je jedna zákernosť. És ez igaz a szellemi életben is. A to je pravda aj v duchovnom živote. Mert ma vannak 30, 40, 50 es emberek. Lebo sú 30, 40, 50 roční ľudia. De szellembe kiskorúak. Ale v duchu sú maloletí. És nem kell tőlük elvárni, hogy már nagykorúként gondolkozzon. A netreba od nich očakávať, že budú rozmýšľať ako dospelí. Tegnap is mondtam. A včera som to hovoril. Itt is most látom vannak. Vannak itt tínédžerek? A tu teraz vidím, sú tu tínédžeri? Tegye fel, aki nincs még 18 éves. Kto ešte nemá 18 rokov, nech zdvihne ruku. Egy vagy csak? Iba jeden. Jó, hogy eljöttél. Dvaja. Dobre, že si prišiel. Gyerek vigyázóban. Most lent van a tínédžereknek tanítás. Ja, oké. Okay. Okay. De te jó, hogy itt vagy, mert most téged felszabadítolak. Takže ty si teraz dobre tu, lebo teba teraz ospravedlním, že nie si dole. Itt van dole. Apád is? Tu je aj tvoj otec? Apád is. Oké. Okay. Akkor apudnak üzenem. Tak tvojemu otcovi odkazujem. Hogy hagyjon téged játszani a telefonnal rendesen. Nechže nech ťa nechá poriadne hrať sa s telefónom. Érts meg felnőttként. Pochop to ako dospelý. Hogy egy gyereknek. Že jednemu dieťaťu. Nyomkodni kell a telefon. Musí stláčať telefon. Mert gyerek. Lebo je dieťa. Játszani kell neki. Hrať sa musí. Nyilván lehet ezt korlátozni. Je zrejme, dá sa to ohraničiť. Mert a mértékletesség az fontos. Lebo je veľmi dôležitá miera. De tudjátok, hogy a tiltás. Viete, že zakazovanie. Az mindig kontraproduktív. To je stále kontraproduktívne. Mindig az ellenkezőt hozza ki. Stále to prinese protiklad. Én engedem a gyerekeimnek, hogy játszanak telefonon. Ja dovolujem deťom hrať sa na telefóne. De fél óra. Pol hodinu. De miért jó ez? Hogy sok gyereked van? Ale prečo je to dobré, keď máš veľa detí? Mert csak egy gép van. Lebo len jeden stroj máš. És akkor sorba játszanak. A dookola sa hrajú. Na tom jednom stroji. És az egyik gyerek a másikot állítja fel. Letelt a fél óra, én jövök, menj onnan. A jedno dieťa, druhé nastavuje, koľko času má. Skončila ti pol hodina, už ja idem. Nekem csak a sorrendet kell megszabni, hogy ki után kijön. Ja len musím dať poradie, kto ide po kom. És elmehetek otthonról. A môžem ísť z domu. Ők ma fegyelmezik egy. Oni sa pekne dávajú pozor na seba. Úgy felállítja az asztaltól, mint a parancsolat. Tak ho postaví od stola hore s tým telefónom, jak rozkaz. De boldogok. A sú šťastní. Játszhatnak. Že sa mohli hrať. De van egy mérték is. Ale má to aj jednu mieru. Tak ne legyenek beteg függőség. Aby nepadli do chorobnej závislosti. Úgy kell gyereket fölnevelni. Tak musíš vychovať svoje dieťa. Hogy semmitől ne legyen beteg függőségi kapcsolatban. Aby od ničoho nebol v chorom závislivom vzťahu. Szabad embereket kell nevelni. Slobodných ľudí musíme vychovávať. Legyenek szabadok. Aby boli slobodní. Čiže szabadságban van a játék is. A v slobode je aj tá hra. Legyen szabadság a játszani. Aby mal slobodu na to hrať sa. Én ebbe hiszek. Ja v tomto verím. Mert ő gyermek, kiskorú. Lebo on je dieťa, on je maloletý. Nem felnőtt. Nie dospelý. Pláne azok a felnőttek. A hlavne tí dospelí. Akik ugyanúgy játszanak a számítógépen. Takisto sa hrajú na počítači. Azoknak meg semmi alapjuk nincs, hogy neveljék a gyereket, hogy ő ne játszol. Ten už vôbec nemajú žiadny základ na to, aby vychovávali deti, že nech sa nehrajú na počítači. Te nepatok ja. Čiže nevyskakuj. Kapčol ki fiam. Že vypni to synu. Te mám ísť ba víci, bo to ňomkodo tak jezna. A ty ideš na záchod a tam to stláčaš celý deň. Lebuktatok benneteket? No, teraz som vás odhalil. De te is játszhatsz. Aj, ty sa môžeš hrať. Mértékkel. Mierou. De érzed, hogy beszippantod. Ale keď to vcucneš. Akkor jobb, ha egy hónapig nem játszol semmit. Tak je lepšie, keď jeden mesiac nič nehráš. Hogy megmaradjon a szabadság. Aby ti ostala sloboda. No Isten téged nem függőségre hívott el. Lebo Boh ťa nepovolal do závislosti. Hanem szabadságra. Ale do slobody. Lehetek szabad emberek. Aby si bol slobodným človekom. De felnőttként. Ale ako dospelý. A kiskorúakon. Na maloletých. Nekért számon. Nevypýtaj a felnőttes gondolkozást,
od nich, nevyžaduj od nich felnőttes viselkedést, správanie sa dospelé, rozmýšľanie sa dospelé, felnőtt beszédet a dospelácké reč, slova. Lebo on je maloletý. Neki máshoz kell. Jemu ináč to musí robiť. És ne, tudom, hogy nagyon gyorsan elfelejtik az emberek, hogy ők is voltak gyerekek. Ja viem, že ľudia veľmi rýchle zabudnú na to, že oni boli maloletí. És hogy idegesített, mikor anyád meg apád ezt meg ezt meg ezt csinálta veled. A jak ťa to znerozňovalo, keď otec a mama toto a toto robili s tebou. Hát ezt te ne csináld. Tak to ty nerob. Vagy máshogy. Alebo ináč to rob. Bölcsebb legyél. Múdrejší buď. Csináljuk jobban. Urobme to lepšie. Mint ahogy a szüleink csinálta. Ako naši rodičia to robili. Amen. Amen. Nekem 5 felnőtt gyerekem van. Ja už mám 5 dospelých detí. Azért merek ebben is tanácsot adni. A preto sa opovážim aj v tomto dať radu. Mind az 5 felnőtt gyerekem. Alebo všetkých 5 dospelých ľudí. Ma is barátom. Aj dnes sú mojimi priateľmi. És jó kapcsolat vagy velük. A máme dobrý vzťah. Nem gyűlöltek meg. Neznenávideli ma. Nem utáltak meg. Ne... Mindegy. Nem mondták jedno. Azt, hogy apám egy bunkó. Nepovedali, že môj otec je jeden pannutý na hlavu. Nem menekültek el tőlem. Neušli odo mňa. Nem hagytak ott. Nezanechali ma. Mai napig is szeretnek velem beszélgetni. Do dnešného dňa sa radi so mňa rozprávajú. Keresik a társaságom. Hľadajú moju spoločnosť, vyhľadávajú. Néha mi túl sokat is. Niekedy až príliš veľa. Múdkos megyek haza. A minule idem domov. Ott van kint egy pár gyerek, akik már elköltöztek, csak hazamentek. Tam je už pár detí vonku, ktoré sa už odsťahovali odo mňa, ale znova sú tam. Mondom feleségem, mondom, minek vannak itt? Hovorím, manželke, na čo sú tu? Asi tam szülinap van, arra gondoltam, valami ízé van, valami esemény. Ja som myslel, že nejaká udalosť, že narodiny oslavujeme. Ja nič, semmi, csak kijöttem. Že nič, nie, len tak prišli. No jo. Hovorím, dobre. De ezt te döntöd el. Ale ty o tom rozhoduješ. Hogy a gyereked, mikor felnőnek. Že tvoje deti, keď vyrastú. Milyen kapcsolatban lesznek veled. V akom vzťahu budú s tebou. Keresik el kapcsolatot veled. Či hľadajú, vyhľadávajú vzťah s tebou. Vagy inkább elköltöznek 2000 kilométerre. Alebo radšej sa odsťahuje 2000 kilométrov. Hogy legyen neki alibije, hogy miért nem megy hozzá. Aby mal alibi, že prečo ťa nepríde navštíviť. Mert nem merje a szemedbe megmondani. Lebo neopovaží sa ti to povedať do očí. Hogy te bunkó ember vagy. Že ty si padnutý na hlavu. Egy összeférhetetlen. Že sa nedá s tebou kegyetlen. Žiť, si nenávidený nem človek. Nem lehet élvezve az együtt létet. Nedá sa s tebou vychutnať spoločenstvo, udiknú. Ezek a nagy ezer kilométerek elmenő emberek, nem mondom mindenki ez, de higgyetek el, sokszor ez van, hogy a szüleitől menekülnek el az ember. Ale verte, že toto je veľakrát, preto odjú 1000 kilometrov, lebo od svojich rodičov unikajú tie deti. Nem mindig van ez. Dospelé, nie stále de van je toto. Nagyon sokszor ez. Ale veľakrát je toto práve dôvod. Ez az alibi. Toto je alibi. Drága repülőjegy. Drahé sú letenky. Sok a benzínpénz. Veľa peňazí ide na benzín. Ezért nem tudok hazamenni. Preto neviem ísť domov. Natoľko ťa ľúbim. Ezt a képutatást még ezért megtartja a gyerek. Nem meri megmondani az apjának, hogy bunkó. Toto pokrytectvo dieťa za to spraví a nepovie na rovinu, že si padnú. Próbál ilyen kapaszkodókat kitalálni. A skúsa takéto veci, vyhovárky nájsť. Ami valamennyire hihető. Čo na niekoľko sa dá uveriť. Az apja nem rák még erős pluszba be. A nevťahne svojho otca do nejakej depresie. Antom, értek, miről beszélek? Chápete, o čom hovorím? A cél az, cieľ je to, hogy a kiskorú gyerekek, že maloleté deti, először engedelmesek legyenek, najprv, aby boli povolné, 10 év alatt, ott az engedelmességen van a hangsúly, do 10 rokov je dôraz na povolnosti, de 10-20-ig már az együttműködéseket lenne hangsúly, od 10 do 20 už musí byť dôraz na spolupráci, 20 fölött már ugye felnőtt, a keď už na 20 do rokov dospelí, addigra kell, hogy ez a kapcsolat barátságá érjen, tak musí, aby ten vzťah dozrel do priateľstva. Körülbelül isnek ez a terve. Toto je Boží plán, približne. Hogy a felnőtt gyerekeiddel. Že aby si bol dospelými deťmi. Bizalmi kapcsolatod legyen. Mal dôverný vzťah. Baráti. Priateľský. És élvezitek egymás társasága. A vychutnávali si prítomnosť jeden druhého. Amen. Amen. Elfogadjátok ezt? Prijímate toto? Én így gondolom. Ja takto rozmýšľam. Mert így jó az élet. Takto to myslím. O, takto je dobrý život. Hozzák az unokákat. A potom prinášajú vnúčatá. Az meg mindent víz. A to všetko bere. Mindenki nagyon szereti a gyerekét. Veľmi každý miluje svoje dieťa. Az életét is odaadná érte. A život by dal svoj zaň. De az unoka, az mi ennél is nagyobb. Ale vnúčatá ešte od tohto viac. Ha két leted lenne, mind a kettőt odaadná érte. Ak by si mal dva životy, tak obidva životy by si dal. Nagyon érdekes. Veľmi to je zaujímavé. Háromszoros nagyapa áll előtte, csak mondom. Len vám to tak hovorím, že trojnásobný starý otec stojí pred vami. Hát itt is már gyakorlatból beszélek. Tu už teda tiež dá sa vidieť, že hovorím zo skúsenosti.
Elképesztő. Neuriteľné. Soha nem gondoltam volna. Nikdy som si to nemyslel. Azt hittem, hogy ahogy a gyerekemet szeretem, azt már nem lehet fokozni. A myslel som si, že už ako milujem svoje deti, že to sa už nedá stupňovať. És lehet. A dá sa. Elképesztő. Neuriteľné. Elképesztő. Neuriteľné. Nem tudok. Neviem. Ezt csak az Úr tudja megcsinálni. Toto len Pán vie spraviť. Kívánom, hogy ti is megtapasztaljátok. Prajem aj vám, aby ste to pokúsili. Tehát, hogy milyen életszínvonalon élsz, milyen életed lesz. Že na aké životnej úrovni žiješ, aký život budeš mať. És ebben az anyagi boldogulásunk is benne van természetesen. A v tomto je aj to, ako materiálne sa nám darí. De a kapcsolataink is benne vannak. Aj naše vzťahy sú v tom samozrejme. Gyerekeinkkel is. Aj našimi barátainkkal is. Priateľmi. Nem beszél a házastársunkról. Nehovoriac o našom manželke, manželovi. Nem tudok erre fontosabb üzenetet mondani. Neviem, nič dôležitejší odkaz na to povedať. Mint az Istenbe vetett bizalom. Ako to, že dôveruj, vlož svoju dôveru do Boha. Minél jobban bízol az Úrban, čím viac dôveruješ Pánovi, annál jobb életed lesz. O to lepší život budeš mať. Annál jobban fogod élvezni az életet. O to lepšie budeš si vychutnávať život. Emberekkel is. Aj s ľuďmi. Egészségedet is. Aj tvoje zdravie. Anyag életedet aj svoj materiálny život. Mindent. Všetko. Ezt kívánom. Toto ti prajem. Hogy ezt, aby toto meg tud tapasztalni. Si vedel okúsiť. És amíg ezt nem tapasztaltad meg, akým si toto ešte neokúsil, nezažil, nem tud elmondani, a nevieš povedať, hogy jó életem van, že dobrý život mám, olyan jó, taký dobrý, nem cserének senkivel, že by som s nikým nemenil, akkor még nem értél be a célba. Tak dovtedy si ešte nevošiel do cieľa. És utána is menni kell tovább, persze. A aj potom samozrejme treba ísť ďalej. De addig semmiképp ne nyugodjál meg. Ale dovtedy vôbec sa neuspokoj. Hogy már tudsz 10 dalt. Že už poznáš 10 chvál. Két zsoltárt már fejből tudsz. Dva žalmy si sa už naučil na spameť. Akkor nem mondos, hogy te nagyon komoly keresztény vagy. Tak nehovor, že ty si už veľmi vážny kresťan. Mert a keresztény nem erről szól. Lebo kresťanstvo nie je o tomto. Hanem az életről. Ale o živote. Milyen életed van? Aký život máš? Hogy élsz? Ako žiješ? Frustráltan? Frustrovane. Idegesen? Nervózne. Aggódva. V obavách. Félelmekbe. V strachoch. Isten nem ezt készítette neked. Boh nie toto prichystal pre teba. Nem ez jár neked. Nie toto ti patrí. Neked ennél egy jobb élet jár. Od tohto ti patrí lepší život. Egy elégedett. Spokojný. Boldog. Šťastný. Erős. Silný. Egészséges. Zdravý. Bővölködő élet. Rozsírujúci život. Ezt Jézus a Golgotai kereszten megszerette számodra. Toto Ježiš na Golgotskom kríži získal pre teba. És bűn nélkül élet. A život bez riechu. Még erről szeretnék egy pár gondolatot. Ešte o tomto by som chcel pár myšlienok. A tegnap is megáldotta a Szent Lélek, erről beszéltünk. A včera nás veľmi Duch Svätý dotkol sa nás, keď sme o tomto hovorili. A Szent Lélek életben is vannak csecsemők. A v duchovnom živote sú maloleté deti. Kiskorúak, maradjunk inkább ebbe. Maloleté. De ebbe benne van a csecsemő is, persze. A v tomto maloletom je samozrejme aj bábetko. A óvodás is. Aj škôlkár. Kisiskolás. Aj školár. De még a gimnazista is. Ale aj gimnazista je maloletý. Az még kiskorú. Takže maloletý. Higgyétek el. Verte tomu. És Isten arra tanít bennünket, a Boh nás k tomu vyučuje, hogy ne maradjunk meg kiskorúak a szellembe. Aby sme neostali maloletí aj v duchu. Hanem a gonoszságban lehetünk kiskorúak. Ale môžeme byť maloletí v zlobe. De érett férfiakká váljunk, Krisztusban. Ale aby sme sa stali zrelými mužmi, ženmi v Kristovi. Ezt mondja Pál apostol. Toto hovorí apostol Pavol. És mi a kiskorúság? A čo je maloletosť? Csak egy példával megvilágítom nektek. No, jeden príklad, aby som vám to osvietil. Mert pont most az elmúlt napokban beszélgettem egy emberrel. No, práve teraz posledné dni som rozprával s jedným človekom. És arról beszélgettünk. A o tom sme sa bavili. Hogy meg kell bocsátani. Že treba odpustiť. És hogy nem fog senkire haragudni. A že on sa nebude na nikoho hnevať. Nem akar gyűlölködni. On nechce nenávidieť. Nem akar bűnben élni. On nechce žiť v hriechu. Mert ő nem akar a pokolba kerülni. Lebo on sa nechce dostať do pekla. Ez egy kiskorú beszéd. Toto takto hovorí jeden maloletý. Egy óvodás. Jeden škôlkár. Szellemben. Duchovne. Az óvodás korúak beszélnek így. V na duchovnej úrovni maloletí škôlkári takto rozprávajú. Azért nem követnek el bűnt. Preto neurobím hriech. Mert félnek a büntetést. Lebo sa boja od trestu. A gyerekek csinálják ezt. Deti toto robia. És azért is fenyítjük be őket. A preto ich karháme aj. Mert nem tudod visszatartani, mert a bolondság a gyerek elméhez van kötve, ezt mondja Salamon. Lebo nevieš zadržať bláznostvo, lebo je pripojené späté s rozumom maloletého, lebo to hovorí Salamon. Erőt mutatni a gyereknek. Preto treba ukázať silu dieťaťu. Hogy visszatartsd őt a bűntől. Aby si ho udržal naspäť od hriechu. És ő tudja nagyon jól, a on vie veľmi dobre, hogy milyen fájdalmas következménye van a bűnnek. Že aké bolestné následky má hriech. Mert apa el fog verni. Lebo otec mi dá na zadok. Tehát van büntetés. Csúcs, egy trest. De ez
gyerekek vannak. Ale tomuto je pre deti. Ha felnőttél, ak si už vyrástol, akkor ma nem azért nem követünk el bűnt, tak už nie preto neurobíme hriech, hogy ne kapjunk büntetést, aby sme nedostali trest, mert nem akarunk a pokolba kerülni, lebo nechceme sa dostať do pekla, hanem az érett férfi ott kezdődik, ale zrelý muž tam, žena tam začína. És képzeld el, predstav si, és megjelenít Jézus, že by sa tu ukázal Ježiš. Mondta, Kornél János, üljetek le. Hovorí by Kornélián, sadnite si. János is. A Jano. Mert én tudok szlovákul is, magyarul is. Lebo ja viem aj po slovensky, aj po maďarsky. Elmondaná neked. On by ti povedal. Figyeljtek ide. Počúvajte. Hogy hívna? Ako sa voláš? Robo. Robo. Robokám. Robika. Robikám. Mostantól kezdve. Od teraz. Lophatsz. Môžeš kradnúť. Csalhatsz. Môžeš klamať. Hazudhatsz a feleségednek. Môžeš klamať svojej manželke. Sőt, meg is csalhatod. Môžeš ju aj podviesť. Meg is ölheted. Môžeš ju aj zabiť. Semmilyen büntetést nem fogsz kapni. Žiadny trest nedostaneš. Ne jedete, mert Isten soha nem fogja mondani. Nezlaknite sa, nikdy takéto Boh nepovie, hej? Csak most gondolkodsz ezen el. Teraz rozmýšľaj nad tým. Ha Robi gyermek. Ak je Robo decko. Akkor mondja, köszi uram. Ďakujem ti, pane. A už ide a prepíli manželku. Hát én csak azért nem bántottam, mert féltem tőle, hogy a pokolba kerülök. Však ja len preto som jej neubližoval, lebo som sa bál o teba, že padnem do pekla. De ez egy gyerek. Ale toto je jedno dieťa. Ha ő felnőtt. Ak on je dospelý. Akkor azt mondaná. Tak povie. Köszönöm szépen, uram. Ďakujem ti, pane. De nem, én szeretem a feleséget. Ale ja milujem svoju manželku. Én nem akarok neki ártani. Ja jej nechcem škodiť. Én nem akarok őt megkárosítani. Ja jej nechcem ju poškodiť. Én nem akarok neki rosszat. Ja jej nechcem zlé. Én ezt nem fogom megcsinálni. Ja toto neurobím. De nem a halált, a pokoltól félelem miatt. Ale nie, od smrti sa bojím a od pekla. Hanem a szeretet törvénye miatt. Ale kvôli zákonu lásky. Mert a keresztény csak az a szeretet. Lebo kresťanstvo je láska. És a szeretet az, hogy a szeretet nem illeti gonoszal az ő fele barátja. A láska je o tom, že neurobíš zle svojmu blížnemu. Nem árt. Neškodí. Nem akar kárt okozni. Nechce urobiť škodu. Ma reggel fölkeltem a szállodába. Dnes ráno som stál v hoteli. Megnéztem a szekrénybe, volt egy trezor. Pozrel som sa, v skrini bol jeden trezor. Tudtam, nem tettem bele semmit. Vedel som, že som do nej nič nedal. Nem hát, van benne, vele megnézem. Hovorím, ale možno, keď tam niečo je, tak pozrem sa. Nem hát, valaki tett bele. Čo keď tam niekto niečo dal. És ezen gondolkoztam. A nad týmto som rozmýšľal. Ha most találtam volna benne. Ak by som v ňom našiel. Egy kötek 100 eurost. Jeden zväzok 100 euroviek. Akkor mit csináltam volna? Čo by som s tým spravil? Ha gyerek lettem volna. Keby som bol dieťa. A gyerek elviszi. Dieťa to zobere. De egy felnőtt. Ale jeden dospelý. Egy érett ember. Jeden zrelý človek. Tudja. Vie. Hogy ez valaki je. Že to je niekomu patrí. És ez valakinek hiányzi. A niekomu to bude chýbať. És nem akarod megkárosítani. A nechcem mu poškodiť. És visszaadnám. No vrátil by som. És biztos tudnák, hogy ki volt ott előttem a szobában. A určite by sa vedelo, že kto bol predo mňou na izbe. És megkapná a jogos tulajdonos. A dostal by to ten pravdivý vlastník. Érzitek a különbséget a kettő között? Chápete ten rozdiel medzi dvoma? Nem attól vagy keresztény. Nie attól si kresťan. Hogy... Že... Erkölcsösen élsz. Že morálne žiješ. Bűn nélkül élsz. Bez riechu žiješ. Mert félsz a pokoltól. Lebo sa bojíš od pekla. Hem azért nem követünk el bűnöket. Ale preto nevykonávame hriechy. Mert szeretjük az embereket. Lebo milujeme ľudí. Amen. Amen. Ha így élsz. Ak takto žiješ. Akkor felnőtti a Krisztus. Tak si dospeli v Kristovi. Ez a kereszténységnek a célja. Toto je cieľ kresťanstva. Hogy Krisztusi emberek lehetek. Aby sme boli Kristovými ľuďmi. Krisztus így viselkedik. Krisztus sa takto správal. Ő mindig az emberek javán van. On stále pre záujmy ľudí. Isten soha nem hazudik. Boh nikdy neklame. Soha nem téveszt meg. Nikdy ťa nepomíli. Soha nem tesz téged tönkre. Nikdy ťa nezničí. Soha. Nikdy. Ő lemondott erről. On sa z toho zriekol. Mondtad, hogy Isten minden tudó, ezt is meg tudja csinálni. Môžeš povedať, však Boh je všemohúci, aj toto vie spraviť. Igen, meg tudná. Áno, vedel by. Ha nem mondott volna le szabad akaratbu, hogy ő téged soha nem fog becsapni. Ak by zo svojej slobodnej vôle sa nezriekol toho, že teba nikdy neoklame. Isten lemondott erről. A on sa toto zriekol. Istennek nincs meg ez a képessége. On nemá už túto schopnosť. Hogy neked hazudja. Aby tebe klamal. Nincs olyan érdeke neki. Nemá taký záujem. Hogy neked hazudja. Aby tebe klamal.
Valahogy visszatart igazságokat. Je také, že vzťaže, udrží naspäť nejaké nem vagyunk, pravdy. Nem vagyunk elég érettek, hogy azt megértsük. Lebo my nie sme dostatočne zreli na to, aby sme to pochopili. De ez is a mi érdekünkben. Ale to robí kvôli nášmu záujmu. Istennek a fő célja, ez ő fejébe forog. V našom záujme, ale hlavným cieľom v hlave Boha az, je hogy to, örökké élje mennybe vele. Aby si vedel s ním žiť večne v nebi. És már itt a földön, hogyha lehető, legjobb körülmények között éljé az Úrral. A už aj tu na zemi, aby si žil v najlepších podmienkoch, ako je možné. És akkor Isten rád gondol, a keď na teba myslí Boh, akkor mindig a legjobbat gondolja róla. Tak stále najlepšie rozmýšľa. Čiže legjobbat gondolja neked. A najlepšie rozmýšľa, čo vie pre teba. Jobbat, mint amit te gondolsz magadnak. Lepšie, ako ty dokonca rozmýšľaš sám pre seba. Ez a bizalom. Toto je dôvera. A bizalom azt is jelenti, dôvera aj to znamená, hogy bízol valakinek a jó szívé jellemi de a jó szívébe, a jó hozzáállásába. Dôvera je v tom, že dôveruješ v niekom, v tom dobrom jeho prístupe, daj ma tudom ja jelem, no. V jeho dobrom charaktere. És az ő becsületességében. A jeho poctivosti. Hogy nem akar neked ártani. Že ti nechce škodiť. Nem akar téged tönkretenni. Nechce ti robiť zle. Z emberi kapcsolatokba is. Aj v ľudských vzťahoch. Amikor meg tudsz bízni egy emberbe. Ak sa vieš dôveriť nejakom človeku, vieš mu dôverovať, mert ő egy becsületes ember. Lebo jeden je poctivý človek. Jellemes ember. Je charakterný človek. Akkor meg tud bízni benne. Tak mu vieš dôverovať. És ilyen emberekkel kötsz barátságot. A s takýmito ľuďmi robíš priateľstva. Vagy házasságot. Alebo manželstvo. Attól függ, hogy kik a szereplő. Ott to je, že kto sú účinkujúci. Amen. Amen. A házasságnak is alapja a bizalom. Aj základom manželstva je dôvera. Aj nem bízol meg egy emberbe. Ak nedôveríš jednému človeku, nem kötöd vele ezt az életedet. Tak nespojíš si s ním život. Csak azért, mert szép. Len preto, že je pekný. Mert szép a szeme. Má pekné oči. Szépe van kifest a szempillája. Pekne má vymalované. Ezért kötöd össze az életedet, megérdemelted. Ezért kötöd össze az életedet vele, akkor megérdemelted. Ak si kvôli tým Mihalniciam s ním spojil život, tak si to zaslúžil. A kibe bízol? Kom dôveruješ? Hogy van jelleme. Že má charakter. Tisztességes ember. Je poctivý človek. Becsületes ember. Pravdivý človek. Rábízhatod az életedet. Môžeš svoj život dôveriť k nemu. Lefekszel mellé este. Lahneš si k nemu v noci. Elalhatsz. Môžeš zaspať. S nem vagy ebéde nagy kist. A nevpichne do teba veľký nôž kuchynský. Amen. Amen. Hát a félsz a feleségettől. Ak sa bojíš od svojej manželky. Hát nem mersz vele aludni. Tak sa neopovážiš zaspať pri nej. Nekem volt egy barátomat. Ja som mal jedného priateľa. A felesége este kalapáccsal fejbe verte. Že v noci ho manželka s kladivom udrala do hlavy. Meg akart ölni. Chcela ho zabiť. De világiak. Svetskí ľudia. Nem ismerik az urat. Nepoznajú pána. És annyira gyűlöltem a férjét. A natoľko už nenávidela svojho manžela. És a férje nagyon sok mindent tett azért, hogy őt meg is gyűlölje a felesége. A popravdu manžel veľmi veľa spravil na to, aby ho znenávidela. Állandóan megcsalta. Stále ju podviedol. Fizikailag bántalmazta. Fizicky ju részegen. Robil zle. Tehát opitý bol. Egy nyomorult élete volt a nőnek. Ilyen úbohý život mála tá žena. És nem tudom, 5-10 évig bírta azért. A 5-10 rokov to vládala. De egyik este, mikor aludt. A jeden noc, keď spal. Ment be kalapáccsal. Išla s kladivom. Fejbe vágta. Pú, jednu ránu do hlavy. De nem jó ütött, nem tudta, hogy kell ütni. Ale nevedela zrejme, ako dobre udreť. Nem meghal tőle. Takže nezomrel od toho. Ale fölébredt. Ale prebudil sa od toho. Ty mi činálsz a Sonja? Čo robíš? Ha most akarlak megölni a Sonja? Teraz ťa chcem zabiť. Persze kivette a kezébe a kalapácsot. Samozrejme, vybral jej kladivo z ruky. De hát innen ugye már nem lehet egy házasságot tovább. A od tohto momentu už sa ďalej nevie fungovať jedno manželstvo. Hát el is váltak. Sa je rozviedli. És nyilván tönkrement a kapcsolat. A zrejme sa zničil celý vzťah. De hát az úr nélkül sajnos sok kapcsolat így tönkrement. Žiaľ, bez pána veľmi veľa takýchto vzťahov sa zničilo. Ezért házasságot is az úrra alapozzad. Preto aj svoje manželstvo polož na pána. Ő benne bízzál. V nemu dôveruj. Meg fog tartani. Že udrží vás. Hogy jó fér legyél, aby si bol dobrý manžel, jó feleség legyél, dobrá manželka. Ez is Istennek az ajándéka. Toto je Boží dar. És ez, hogy bízhatunk az Úrba, a to, že môžeme dôverovať pánovi, nem egy ilyen kötelezettség, hogy to kell. Nie je taká zaviazanosť, že musíme. Ez a te nagy lehetőséged, to je tvoja veľká možnosť. Vagy kiváltságot. Príležitosť. Hogy bízhatsz az Úrba. Že môžeš dôverovať pánovi. Olyan jó, bízhatunk az Úrba. Tak dobre je, že môžeme dôverovať pánovi. Nem vagy magadra hagyva. Nie si nechaný sám na seba. Hanem mindig van veled valaki. Ale stále s tebou niekto je. És még az a jó hír, a bizalom, hogy mindig tud fejlődni. A ešte je taká dobrá správa o dôvere, že to sa vie ďalej posúvať, rozvíjať. Ezt jegyezd meg. A to si zapamätaj.
Semmiből nem származik annyi hasznod, z ničoho ti nemáš toľko osohu, mint az Istenbe vetett bizalmadból. Ako z dôvery, ktorú si vložil do Pána, ezért, do Boha. Ha ma semmit nem jegyzel meg, preto ak dnes si nič nepochopil, ezt jegyezd meg. Toto jedno si poznač. A bizalmadat az Istenbe. Tvoj dôveru k Bohu. Fejleszed. Rozvíjaj. Azt növeljed. Nech rastie. Tud nőni. Vie to rásť. Ezt ne hadd abba. To nezanechaj. Egyre többet. Čoraz viac. Egyre jobban. Čoraz lepšie. Bízd az Úrba. Dôveruj Pánovi. És egyre jobb életed lesz. A čoraz lepší život budeš mať. Higgyétek el, ez verte mi, a titoknak a kódja. Toto je kód k tajomstvu. Ez. Toto. Bízd az Úrba. Dôveruj Pánovi. Bízzál meg az ő jellemébe. Dôveruj jeho charakter. Az ő becsületességébe. Jeho poctivosti. Ő erre hív tégedet. On ťa na to volá, hogy povoláva. Bízzál benne. Aby si mu dôveroval. Ezért hívott magához. Preto ťa povolal k sebe. Ezért értél meg. Preto si sa obrátil. Ezért születi újjá. Preto si sa znovu zrodil. Ő hívott tégedet. Lebo on ťa povolal. Jót készített neked. Povolal, prichystal pre teba dobre. És ő azt akarja. A on to chce. Hogy egy örömteli életünk legyen. Aby sme mali jeden šťastný život, plný radosti. Békességgel teli életünk legyen. Život plný pokoja. Gyümölcsöző életünk legyen. Život plný ovocia. Szépen éljünk. Krásne, aby sme žili. És ha bízol az Úrba, a keď dôveruješ Pánovi, akkor ez lehetséges. Tak je to možné. Akik nem így élnek, ktorí nie tak žijú, azok az Úrba nem bíznak úgy, ahogy kéne. Ešte nedôverujú natoľko v Pánovi. Biblia erre tanít. Biblia na toto učí. Lehet, hogy hiszel az Istenbe valamilyen szinten. Je možné, že veríš určite na určité úrovni k Bohu. De bizalmadat kell fejlesztened. Ale svoj dôveru musíš rozvíjať. Ha szeretné jobban élni. By si chcel lepšie žiť. Ha több örömöt szeretnél. Ak viac radosti by si chcel. Több békességet. Viac pokoja. Több áldást. Viac požehnania. Hidd el nekem. Ver mi. Ez igazság. Toto je pravda. És ez mindig az lesz. A toto všetko bude pravdou. A bizalom teszi lehetővé számunkra, hogy aggódalomoskodás nélkül éljünk. Dôvera nám umožňuje, aby sme žili bez obav. Sorongás nélkül. Bez útlakov. Félelem nélkül. Bez strachov. Erőtlenség nélkül. Bez slabosti. Van ez a bénító stressz. Je ten ochabujúci stres. Úgy bestresszelünk. Tak sa zastresujeme. Lebénulunk. Že úplne ochabneme. Nem tudunk működni. Nevieme fungovať. Ezek nélkül lehet élni. Bez tohto sa dá žiť. Lehet. Dá sa. Ha bízol az Úr. Ak dôveruješ Pánovi. Ezek meg tud szabadítani az Úr. A Pán ťa vie oslobodiť. Mi emberek sajnos hajlamosak vagyunk. Mi ľudia, žiaľ, sme náchylní k tomu, hogy önmagunkba bízunk. Aby sme sami v sebe dôverovali. Főleg a férfiak. Zvlášť muži. De ezért hölgyek is tudnak. Ale za to aj dámy. De férfiak, mivel van erejük. Ale keďže muži, keďže majú silu. Meg tudnak csinálni dolgokat. Vedia vykonať veci. Nem az Úrba bíznak. Nie Pánovi dôverujú. A saját erejükbe. Ale svojej vlastnej sile. Okosságukba. Múdrosti. Mert okosak is a férfiak. Lebo sú aj múdri mužia. Vannak képességei. Majú schopnosti. És sok jó dolog van benne. A veľa dobrých vecí v nich. De ezzel se lehet halad eljutni sehova. Ale aj s týmto sa nedá dostať nikam. A tehetségeddel. Svojím talentom. Tudásoddal. Svojou múdrosťou. Az erőddel. Svojou silou. És csak egy aggodalmas életet lehet elérni. Dá sa dosiahnuť len jeden život plný obav. Egyszer Derek Prince fogalmazta ezt. Raz Derek Prince toto povedal. Hogy az áldás, meg mi az átok. Že čo je požehnanie, čo je prekletie. Mert minden ember valamiben tehetséges, ezt tudja. Každý človek je v niečom má talent, to viete. Mondta, on to povedal. Hogy az áldás az az, že požehnanie je to, mikor egy ember, keď jeden človek, a tehetsége, svoj talent, képessége, svoje schopnosti, tudása, svoje známosť, fölött él, szinten él. Nad tým všetkým žije ešte na vyššej úrovni. Az átok pedig, a prekletie, mikor az ember, keď človek, a tehetsége, svoj talent, tudása, svoj múdrosť, és képességei a svoje schopnosti alatt él. Pod tým všetkým žije. Tehát a tehetsége sokkal magasabb életre determinálná őt. Jeho talent, ktorý má, by ho determinoval na umnoho väčší úroveň životnú. De az átok szelleme egy sokkal rosszabb életbe tartja. Ale duch kliatby ho sťahuje dole na umnoho horší život. Az áldás szelleme duch požehnania a kiába csak ilyen tehetséges vagy. Zbytočne, keď si, že, meg ilyen okos. Si len takto múdry a meg talentovaný. Meg ilyen kapcsolatokkal rendelkezel. A len takéto kontakty, vzťahy máš. Akkor is ilyen életet élsz. Aj tak budeš mať taký život. Mert hozzátesz az Úr az életedhez. Lebo Boh tomu priloží svoju ruku. És vannak, akik nem tértek meg. A sú takí, ktorí sa neobrátili. És tehetségesek. A sú talentovaní. És tanultak. A naučili sa. Okosak. Sú múdry. Jó kapcsolatok vannak. Dobre vzťahy majú. És aránylag azon a szinten élnek, és szépen. A umerne k tomu žijú pekne na danej úrovni životnej. De nem tudnak az fölé kerekedni. Ale nevedia sa na to dostať. Érzete? Chápete? Sok tehetséges ember. Veľa talentovaných ľudí. Jó vállalkozó. Dobrých podnikateľov. És jó életszínvonalat tud elérni. A dobrú životnú úroveň vedia dosiahnuť. Zúr nélkül is. Aj bez Pána.
De mi, én nem a tehetségem szerint akarok csak élni. Ale ja nechcem žiť len na úrovni toho mojho talentu. Én is nagyon tehetséges, hogy ne is tök fél. Ja som veľmi talentovaný, nechápte zle. De én azt fölött szeretnék. Ale ja nad tým by som chcel žiť. Mert az áldás az azt fölött van. Lebo požehnanie je nad tým. És én ott élek. A ja tam žijem. Ahogy én élek. Ako ja žijem. Annak semmi magyarázata nincs. To nemá žiadne logické vysvetlenie. Természetes szinte. Na prirodzenej úrovni. Se nem tanultam annyit. Ani som sa toľko neučil. Se olyan kapcsolatem nincsenek. Ani kontakty nemám také. Se olyan tehetségem nincs. Ani talent na to nemám. Én is mindig hálát adok az úrnak. A ja dám stále ďaku pánovi. Ennek ellenére is. Že napriek tomu. Milyen nagyszerű életet adott nekem az úr. Aký nádherný život mi dal pán. És áldom az urat. A žehnám pána. Dicsérem az urat. Chválim pána. Hálákat adok neki. Ďakom uzdávam. És neki köszönöm az életemet. A jemu ďakujem za život. És ez a jó. Toto je dobré. Ha hálaadás. Ďakujem za danie. Megterem a szívedbe. Sa vytvorí v tvojom srdci. Mert aki a saját tehetsége szerint dolgozik, küzd és úgy elér egy áldást. Lebo ktorý pracuje, bojuje podľa svojho talentu a tak dosiahne určité požehnanie. Magának adja dicsőséget. Tak to sám sebe dáva za chválu. És nem tudja az Istennek megköszönni. A nevie to poďakovať pánovi. De én megtudom. Ale ja to viem poďakovať. Mert tudom, hogy semmi közöm nincs. Lebo viem, že nemám s tým nič spoločné. Olyan életszínvonalon élek. Na také životnej úrovni žijem. Amihez semmi közöm nincs. Čomu nemám nič spoločné s tým. Persze, amit az Isten mond, azt mindig megteszem. Samozrejme, to, čo Boh mi povie, to stále urobím. De ha mást ilyet tenne, ale ak niečo iné by, de nem bízna az Úrba úgy, mint én, ale keby niekto iné niečo robil a nedôveril by tak pánovi, ako ja jemu, sokkal lejjebb élne. Tak o mnoho nižšie by žil. Nem tudom, értitek ez? Értitek neviem, či ste to teraz pochopili, lebo ja dobre? Nie. Dobre? Hej. Azért dobre. Szóljátok, ha nem értitek. Elmagyarod a béget. Mert ti nem értettem. Te nem? Nem. De ők megértettem. Neked csak tolmácsolnak, neked nem kell érteni. Ty le musíš prekladať, nemusíš chápať. Nem baj, majd megérted. Nevadí, pochopíš Jézus to potom. Ilyet. Ježiš takéto povedal. Nem érteted meg, de majd megérted. Že keď teraz to nepochopil, potom to pochopíš. De tényleg ti értetétek? Ano, aj pochopili ste, pochopila si to? Ano. No, legalább egy ember értet. Aspoň jeden človek. Tehát... Az ige azt tanítja Isten že, jelleméről, že písmo to učí o charaktere Boha, hogy ő soha nem fog téged lent tartani. Že on nikdy ťa nebude držať dole. Nem jó, ale dobrý, szeret, miluje ťa, és jó életet készített neked. A dobrý život prichystal pre teba. Ebbe muszáj, hogy higgyél. Tomto musíš, aby si veril. Hogy tudjál bízni Istenbe. Aby si veril dôverovať Pánu. Amíg ezt nem hiszed el. Kým tomu neuveríš. Hogy Isten jó. Že Boh je dobrý. És mindent megtett. A všetko spravil. Jézus a Golgotej kereszte. Ježiš na Golgotskom kríži. Átokká lett. Stál sa prekliatím. Hogy ty áldott legyél. Aby si bol požehnaný. Beteggé lett. Chorým sa stal. Egészséges legyél. Aby ty si bol zdravý. Szegényé lett. Chudobným sa stal. Te bővölködjél. Aby si ty sa rozrastal. És bűnné lett. A hriechom sa stal. Hogy te bűn nélkül élhess. Aby ty si mohol žiť bez riechu. Amen. Ha be valaki nem hisz, tak tomu to niekto neverí, az nem tud bízni az Istenbe. Nem tud bízni az Istenbe. Tak nevie dôverovať Bohu. Ezért hirdetjük az evangéliumot. Preto hlásame evangélium. Mert ez az evangélium. Lebo toto je evangélium. Nem tudnak az emberek bízni az Istenbe. Nevedia preto dôverovať Bohu. Amíg nem ismerik meg az ő jóságát. Kým nespoznajú jeho dobrotu. Hogy ő úgy szerette ezt a világot. On tak miloval tento svet. Ez egyszülött fiát odaadta. Že svojho jednorodeného syna dal. Hogyha mi hiszünk benne. Aby sme mi verili v ňom. Elneveszünk. Aby sme sa nestratili. Nem örökéljünk. Ale večne, aby sme žili. Jézus meghalt a mi bűneinkért. Ježiš zomrel za naše hriechy. El is temették. A jeho pochovali. Meghalt. Zomrel. És a harmadik napon föltámadott. A na tretí deň stál z mŕtvych pre našu nápravu. És nincs ennyi nagyobb szeretet, a nie o to väčšia láska, mint ha valaki az ő életét adja az ő barátainak. Ako keď niekto dá svoj život za svojich priateľov. Jézus ezt megtette, a Ježiš toto spravil, ő belehalt abba, on do toho zomrel, hogy neked jó életed legyen. Ty si mal dobrý život. Senki nem tette ilyen jót vele. Nikto takéto dobre nespravil. Hogy azért meghalt volna. Že preto by zomrel, hogy te éljél. Aby si ty žil. Bár lehetséges ilyen is. Keď je také možné. De legtöbbünk kell nem történt. Ale mnohým z nás sa Csak prestalo. Jézus halt meg érte. Len Ježiš za nás. Sokan omrát. Segítettek nekünk. Mnohí nám pomohli. De ők nem kockáztattak semmit. Ale oni nie riskovali nič. Van, aki kockáztatott is. Niekto aj riskoval. De Jézus bele is halt. Ale Ježiš do toho aj zomrel. Hogy neked jó életed legyen. Aby si ty mal dobrý život. Már itt a földön. Už teraz tu na zemi. És örökké menj. A večne v nebi. De bizalom ebből tud kinőni.
A dôvera z tohto vie vyrásť. Látod, hogy Isten milyen jót tett már eddig is érted. Lebo vidíš, čo všetko dobre spravil už doteraz Pán pre teba. De igazából a legjobbot Isten már megtette veled. Ale naozaj to najlepšie už Boh s tebou spravil. Mi a legnagyobb, amit Istentől kaptam. Čo je najväčšie, čo si dostal od Boha. Nekem gondolkodni, gyorsan megmondom választ. Nemusíš rozmýšľať, poviem rýchlo odpoveď. Az életed. Tvoj život. Az, hogy megszülettél. To, že si sa narodil. Az Isten ajándék. To je Boží dar. Ty azért nem tudtál kampányolni. Ty si za to nevedel robiť kampaň. Nem tudod ezt manipulálni. Nevedel si to zmanipulovať. Nem tudod anyádot rávenni. Nevedel si prehovoriť svoju matku na to. Nem te kérted anyádot, hogy megszülethessé. Nem te kérted anyádot, hogy megszülethessé. Nie, ty si prosil svoju matku, aby sa narodil. Ez Isten ajándéka. To je Boží dar. Nem tudod ezt manipulálni. Nevedel si to manipulovať. Semmit befolyásod nem volt. Žiadny vplyv si nad tým nemal. És a legnagyobbat megkaptad Isten. A najväčšie si dostal od Boha. Az életedet. Tvoj život. És ezt azért mondom el. A to preto hovorím. Ha Isten a legnagyobbat megadta neked. Ak Boh ti dal to najväčšie. Akkor bízhatsz benne. Tak už môžeš dôverovať. Minden, ezután már minden kisebb, amit tőle kaphatsz. Všetko za tým od toho, potom, čo dostávaš, je všetko menšie od toho. A feleség, a gyerekek, a ház, manželka, az áldás, dom, az požehnanie, ezek zdravie. Ezek kisebb az életnek. To je všetko menšie od života. És Isten a legnagyobbat megadta. Ak ti Boh dal to najväčšie. Úgyhogy te nem manipuláltad ezért. Takže si ho nezmanipuláltad. Nem is böjtölti ezért. Nem is imádkozta ezért. Ani sa nemodlil za to. Semmit nem csináltad. Nič si preto neurobil. Mégis megadta. A predsa ti to dal. Isten ilyen jó. Boh je takýto dobrý. És a legnagyobbat odaadta. A najväčšie ti dal už. Akkor miért ne odnod a sokkal kisebb? Tak prečo ti nedal byť menšie veci? Bízol ma zúrba. Už dôveruješ Pánovi? Egy kis pénz. Troška málo peňazí. Za to sa obávaš. Kis apró pénzé. Drobné. Je szép autó. No pekné auto. Egy házé. Oveden dom. Vagy nincs feleséged. Bože, nemáš manželku. Vagy férjed. Vagy manžela. Ne aggódj. Ne obávaj sa. Tudd meg, Isten annyira jó. Vieš, že Boh je natoľko dobrý. Legjobbat készítette neked. Že už najlepšie pre teba prichystal. Lehet, hogy várnod kellett. Možno si musel čakať. Egyet még jegyezzél meg. Ešte jedno si poznač. Mikor Istentől kérsz. Ak od Boha prosíš. Soha ne szabjál időpontot. Nikdy mu nedaj časový limit. Mert Isten mindig az ő módszereivel. Lebo Boh stále svojím spôsobom. Az ő terve szerint. Podľa svojho plánu. Fogja megadni mindazt a jót, amit elkezdett. Dá ti všetko to dobré, čo už pre teba prichystal. De ő neked a legjobbat készített. Ja vám pre teba to najlepšie prichystal. Vannak embereket az ördög azzal csebből, ty most már lecsúsztál, most már elment az a hajó. Je také, že diabol už ochláme ľudí a hovorím, že ty si sa už zošmikol, už odišla tá loď. Nem igaz. Nie je to pravda. Nem igaz. Nie je to pravda. Ez egy hazugság. To je jedno klamstvo. Mindegy hány éves vagy. To je jedno koľko máš rokov. Nem csúsztál le semmi. Nezošmikol si sa nič. Semmire. Nič. Amit az Isten ne tudna bepótolni. Čo by nevedel Boh nahradiť. Úgyhogy te teljesen tökéletes életet éljél. Takže tak, aby si ty žil len úplne dokonalý život. Nem tudtad úgy elrontani. Nevedel si tak pokaziť život. Az Isten ne tudna 100%-osan helyreállítani. Že by to nevedel Boh 100% nahradiť. Ez az én bizalmam az Úrban. Toto je moja dôvera v Pánovi. És ezt szeretném átadni neked. A toto by som vám chcel odozdať. Te is így bízzál az Úrban. Aby si aj ty takto dôveroval Pánovi. Mert Isten jó indulata van feléd. Lebo Boh má dobré myšlienky o tebe. Jót gondol róla. Dobre rozmýšľa o tebe. Jót készített neked. Dobre prichystal pre teba. Merjél ebbe hinni. Opováž sa v tomto ne fej. Veriť. Neboj ne fej. Sa. Neboj sa. Csak hiď. Len ver. Csak bíz. Len dôveruj. Isten meg fogja cselekedni. Boh to vykoná. Szíved kérését. Otázky tvojho srdca, prosby tvojho srdca, dá tebe. Mert Istennek tetszik, hogy mi bízunk benne. Lebo Bohu sa páči, že mu dôverujeme. Isten verime. Várja. On očakáva. Hogy létrejöjjön a szívedbe, mert a szívedbe kell a bizalom. Aby vzniklo v tvojom srdci. Meg az elmében is lebo persze. Lebo v tvojom srdci musí vzniknúť samozrejme dôvera ešte aj v mysli. Tehát, hogy az elmédbe is bizol. Abyže aj v mysli dôveruješ. Mert itt van az aggodalom is. Lebo tu sú obavy. A bizalom kiüti az aggodalmat. A obavy vybijú von dôveru. Bízol Istennek a jellemében. Dôveruj charakter Božom. Szeretetében. Jeho láske. Hogy jó indulata van feléd. Že má dobré nem myšlienky o tebe. Isten. Nenávidí ťa. Nem haragszik rá. Nehnevá sa na teba. Lehet, ha bűnt követtél el. Je možné, že si vykonal hriech. Arra bűnre haragszik az Úr. A na ten hriech sa hnevá. De rád nem. Ale na teba nie. És azt szeretné, a to by chcel, hogy ezt a bűnt bánd meg, aby si tento hriech ohlutoval, ja szeretné megbocsátani, on by ti chcel prepáčiť, a te életedet szeretné fölemelni. A tvoj život chce pozdvihnúť. Van, hogy bűnök lent tartanak bennünket. Sú také, že nás hriechy držia dole. És nyilván az ember is azért követett bűnöket, a zrejme preto vykonal človek hriechy, mert nem bízik az Úrban. Lebo nedôveruj v Pánovi. Na, a bűnnek van egy hát pszichológiája. Riech má psychológiu. Nem tudom, te gondolkoztam azon, hogy mikor elkövetsz egy bűnt, miért követed azt el? Neviem, či si rozmýšľal nad tým, že keď urobíš nejaký hriech, prečo si ho spravil?
Sokszor ez is azzal összefüggésben. Veľakrát je to spojené s tým, hogy az ember nem bízik az Istenbe. Že človek nedôveruje Bohu. Nem várja meg, hogy az Isten megadja ezt az áldást neki. Nepočká, kým mu Boh dá to požehnanie. És ő időlőt elveszi például. A on to napríklad predčasne zobere. Például a poráznaság abszolút erre igaz, a poráznaság bűnére. Napríklad smilstvo, hriech smilstvo je úplne pravda na toto. Úgy érzi, hogy már elment a hajó, mert már 22 éves. Tak cíti, že už ušiel, ušla tá loď, už má 22 rokov. De 30, meg 40 évesen sem ment el a hajó. Ale vďaka Bohu, že ani ako 40-ročnému neušla loď. Meg 50 évesen sem. Aj 50-ročnému. Nyilván, hogy ott valami zavar van az erőtérben. Ilyen zrejme, že tam asi už potom nejakých... De ha nejaký, keresed az urat, nejaký problém je, az urat pozadí, is meg tudj mutatni, hogy ez miért van. Ale keď hľadáš pána, vieš sa spýtať, že prečo to je, úr félre tudja tolni. Tak pán to vie dať na bok. És kérd az urat. A pýtaj sa pána. Mutassa meg. Nech ti ukáže. És a bizalom az a legfontosabb. A dôvera je najdôležitejšia. Hogy sikeres legyit a földön. Aby si bol úspešný tu na zemi. Szellemi módon. Duchovným spôsobom. Természetes szinten szokták ezt mondani. Na prirodzenej úrovni to zvykli hovoriť. Hogy ne sikeres legyél. Že nie úspešný, aby si bol. Hanem jó ember. Ale aby dobrým človekom si bol. Tehát ne karrierista legyél. Nie karrierista si bol. Hanem legyél jó ember. Aby si bol dobrý človek. Szeresd az urat. Miluj pána. Szeresd az embereket. Miluj ľudí. Azok a jó emberek. To sú dobrí ľudia. Akik szeretik az Isten. Ktorí milujú Boha. Mindenkinél jobban. Odko všetkých. És szeretik az embertársukat. A miluje svojich spoluobčanov. Ez a királyi törvény. Ľudí, ktorí... Biblia imedje, ez királyi törvény. Toto je kráľovský zákon. Szeretet az mindent visz. Láska všetko bere. Az a legnagyobb. Je najvyššia. Az nagyobb mindennél. Väčšia od všetkého. És Isten erre tanít bennünket. A Boh nás na to povoláva. Hogy ezt elmerjük hinni, hogy ő is szeret bennünket. Aby sme tomu uverili, že aj on nás miluje. És mi is merjük őt szeretni. A mi, aby sme ho vedeli mať radi. És aki bízik az Istenbe, a kto dôveruje pánovi, az nem vétkezik az embertársai. Tak nehreší voči svojim spolu. Mert miért vétkezünk a társunk ellen? Prečo? Miért lopunk tőle? Prečo kradneme od nich? Prečo? Nem bízunk, hogy Isten meg fog áldani bennünket. Lebo nedôverujeme tomu, že Boh nás požehná. És gondoljuk, ott van ma, neki elveszem tőle. A rozmýšľame, tam to má, dneska to zoberem od neho. Ez is a bizalom hiánya. Aj toto je. A lopásba is bele, minden bűnné bele lehet bizonyítani. Aj to je vidieť nedostatok dôvery. Nem tudom, értetek ezt? Chápete tomu? Isten jót készített neked, merd ezt elfogadni. Dobre prichystal pre teba, opováž sa to prijať. Várjad az urat. Očakávaj na pána. Bízzál benne. Dôveruj mu. És ő teljesíti. A on to naplní. Szóval áldott az a férfi. A hovorí, požehnaný ten muž. A Jeremiáš 17-et ismeri. Jeremiáš 17:7. Aki bízik az Úrban. Ktorý dôveruje pánovi. Akinek bizodalma az Úr. Ktorého dôveruje pán. Ezek az áldott férfi. Toto sú požehnaní muži. Ez az áldott hölgy. A požehnané ženy. Mert ez igaz a hölgyek. Lebo toto je pravda aj na ženy. Ne felejtsd el. Nezabudni na to. Áldott az a férfi. Požehnaný je ten muž. Aki az Úrban bízik. Ktorý dôveruje v pánovi. Nem aki a maga erejébe bízik. Nie v jeho sile. Nem aki az eszébe bízik. Nie v mozgu. Nem aki a tehetségébe bízik. Nie v talenty. Nem aki a államtitkára való kapcsolatába bízik. Nie v kontakte, že pozná štátneho tajomníka. Nem aki főemberekbe bízik. Niektorý, ktorý verí v tých hlavných ľuďoch. Hanem aki az Úrban bízik. Ale ten, kto verí v pánovi. Rámered bízni az életedet. Opovážiš sa. Elmered mondani Istennek života na szíved kérését. Opovážiš sa mu povedať otázku és, svojho srdca. És tudsz várni, hogy Isten teljesíteni fogja. A vieš očakávať, že Boh to spraví. És azt, Isten ezt is elvár, hogy őszinték legyünk. A Boh očakáva, aby sme boli aj úprimní. Ha nem tudsz bízni Istenbe. Ak nevieš dôverovať Bohu. Akkor mondd meg, Uram, én nem tudok bízni benne. Tak povedz, Pane, ja neviem dôverovať Tebe. Egyszer hallottam egy ilyen imát. Raz som počul takúto modlitbu. Nagyon tetszett. Veľmi sa mi to páčilo. Úgy imádzott a testvér. Tak sa modlil brat. Uram, bízok benned. Pane, dôverujem ti. Hogy megtanítasz bízni benned. Že ma naučíš dôverovať tebe. Teba. Mert ezt meg kell tanulni. Bo to sa treba naučiť. Pontosabban ez Istennek az ajándéka. Respektívne to je dar Boží. Tudod, hogy a hit is Isten ajándéka? Viete, že aj viera je dar Boží? Tudod, az, hogy te hitre jutottál Jézus Krisztusban, az nem a te teljesítménye? Vieš, že to si sa dostal na vieru v Ježišovi Kristovi, to nie je tvoj výkon? Nem a te okosságod? Nie je tvoja múdrosť? Nem, a te, nem azért, mert jártál teológiai iskolára? Nie, pretože si chodil na teologickú školu. És ott egyszer csak megértetted, amikor a órán előadta a tanár. A tam zrazu si to pochopil, keď to na hodine cvičiaci povedal. Lehet, hogy őt használta az Úr. Je možno, že ho použil Boh. És embereket használ. A Boh používa ľudí. De igazából az Isten ajándéka. Ale naozaj je to dar hinni. Boží, že vieš veriť.
Értsd meg, ez nem a te teljesítményed. Pochop, to nie je tvoj výkon. Ezért ne várj érte tapsot, hogy megtapsoljon. Preto neočakávaj na to, že ťa potliskame. Semmit nem csináltál érte. Že ti zatliskame, nič si preto neurobil. Csak hallgattad az igét. Len si počúval písmo. És a hit. A viera. Hallásból jön. Pochádza z počutia. De hogy még eljöttél először gyülekezetbe. To, že si prišiel sem volt prvý raz do zboru. Ahol sem volt semmi között. Ani s tým si nemal nič spoločné. Volt, hogy úgy kellett elhúzni hatokörre, hogy eljöttél. Bolo tak, že aby 6 volov ťa muselo pritiahnuť. Te mindent megtettél, hogy ne gyere el. Ty si všetko spravil preto, aby si neprišiel. Čo mi dávať buskanie, na hitet dva. Na čo si taký hrdý, že máš takú veľkú vieru? Nemíš okorta jönni. Ani si sem nechcel prísť. Soktuk mondani. Veľakrát sme zvykli hovoriť. Jó volt ez az áldás. No dobre bolo toto požehnanie. Látod, mégse akartad. Na vidíš, ani si to nechcel. Így kapunk legtöbb áldást. Takto dostávame najviac požehnania. Mindent megteszünk, hogy ne kapjuk meg. Všetko spravíme preto, aby sme to nedostali. De amikor megkapjuk, örülünk neki. Ale keď sme to dostali, tak sa tešíme. De a hit az ajándék. Ale viera je dar. A bizalom ajándék. Dôvera je dar. És tudjátok, hogy jön létre a bizalom? A viete, jak príde dôvera? Kérd jak Istentől. Vznikne. Mibe? Kérd Istentől. Prosto od pána. Mondod, uram, Kornél olyan szépeket mondott. Páne, Kornél hovoril také pekné veci. A bizalomról. O dôvere. De nekem nincs, je? Ale ja nemám. Ja nem bízok benned, uram. Ja nedôverujem ti tebe, pane. Tudod, uram, nem bízok benned. Vieš, pane, že ja ti nedôverujem. De add meg nekem. Ale daj aj mne. Én is szeretnék úgy bízni, legalább, mint a Kornél. A ja by som chcel ti tak dôverovať, ako Kornél. Én, mikor megtértem, ja, keď som sa obrátil, akkor legelőször voltam a gyülekezetben, prvýkrát som bol v zbore, az az ember beszélt Jézus Krisztusról, ten človek hovoril Ježišovi, és hogy hogy hisz benne, a že ako mu dôveruje, evangelizál, komu verí, evangelizoval, és én nem hittem el, hogy Jézus Krisztus él. A ja som neuveril tomu, že Ježiš Krisztus žije. Ő állított, hogy Jézus Krisztus él. On tvrdil, že Ježiš Krisztus žije. Adam hülyeség. Hovorím hlupostoje. Nem hittem el. Neuveril som tomu. De azt elhittem. Ale tomu som uveril. Hogy az az ember elhiszi. Že ten človek tomu verí. Csak nem értettem, hogy ő mi hiszi a hülyeség. Len som tomu nechápal, že prečo uveril také hluposti. Hogy lehet ebbe hinni, hogy Jézus? Ja, mert azt mondta, hogy Jézus lehet találkozni. Lebo on povedal, že Ježišom sa dá stretnúť. Mondom, hogy hihet ez ebbe? Ja, ako tomu môže veriť? És nagyon érdekes volt. A veľmi to bolo zaujímavé. Én nem hittem Istenbe, ott se. Ja som ani tam neveril Bohu. Csak azt láttam. Len to som videl. Hogy az az ember hisz. Že ten človek verí. Láttam, hogy tényleg őszintén hisz. Videl som, že naozaj úprimne verí. De nem értettem, hogy hogy lehet így hinni. Ale nechápal som to, že ako sa dá takto veriť. De láttam, hogy ő tényleg elhisz. Videl som, že on naozaj tomu verí. Engem meggyőzött arról, mňa presvedčil, hogy ő elhiszi. O tom, že on tomu uveril. Arról nem győzött, hogy én is elhiggyem. To nestačilo, že by som ja uveril. Azt láttam, hogy de nagy hite van. Iba to som videl, že jakú veľkú vieru má. De jó lenne, nekem is lenne nagy hite. Ako by bolo dobre, keby som mal takú veľkú vieru. Jó lenne. Dobre by to bolo. De nincs. Ale nie je. Ezt őszinte mondtam, nincs. A úprimne som hovoril, nemám. És kértük az úrtól. A prosil som od pána. Nem adhatna nekem is. Nemohol by dať aj mi troška takú veľkú vieru. És adott. A dal. Aki kér, kto prosí, skap. Dostane. Ne pénzt kérj mindig állandóan. Nie, peniaze stále pýtaj. Hitet. Vieru pýtaj. Bizalmat. Dôveru. És jön a pénz is vele. A prídu peniaze potom aj. De aki csak pénz kér, ale kto len peniaze pýta, de nem akar bizalomba növekedni, ale nechce rásť dôvere, van, hogy a pénz is elmarad. Tak potom zaostane aj v peniazoch. Mert ez úr így akar rávezetni, hogy neked nem a pénzzel van a gondol. Lebo Boh chce takto ti ukázať, hogy nemáš problém s peniazmi. Csak. Len. Hanem a bizalommal. Ale aj s dôverou. De hiába adne Isten pénzt, ale zbytočne by ti dal pán peniaze, a bizalmad nem növekedne. Ak by tvoja dôvera nerastla. De Isten nem a pénzet akar elsősorban növeszteni. Ale pán ti nie v prvom rade chce, aby ti rastli peniaze. Vele való kapcsolatot. Ale s ním kontakt, vzťah, aby ti rastol. Minni közelebb vagy az Úrhoz. A čím bližšie si k pánovi, annál jobb életed van. O to lepší život budeš mať. Így működik. Tak toto funguje, vermi. Isten országa így működik. Bože kráľovstvo takto funguje. Hogy áldott az a férfi, aki bízik az Úrban. Čiže požnaný je ten muž, žena, ktorá dôveruje pánovi. Valljuk meg együtt. Vyznajme spoločne. Mondjad, áldott az a férfi. Požnaný je ten muž, žena, aki az Úrban bízik. Ktorý pánovi dôveruje. Amen. Amen. Hízek ebben. Ja verím tomuto. De még egy-két dolgot a bizalomról. Ešte jeden, dva veci od dôvere preberme. Mi a bizalom? Čo je dôvera? Vagy hogyan csináljuk, hogyan bízunk? Alebo ako to robíme, ako máme dôverovať? Az egyik definíciója, már utaltam rá, tehát most így mint definíciót szeretném megfogalmazni. Prvá definícia, už som o tom rozprával, chcel by som to zhrnúť. Megnyugvás más becsületességében. Upokojenie sa v iného spravodlivosti. Vagy hitelességében. Alebo v jeho dôveryhodnosti. Vagy igazmondásában. Alebo v jeho pravdomluvnosti. Tehát emberi szinten is ez így van. Čiže aj na ľudskej úrovni to tak je. Istennel is így van. Ale aj s Bohom je to tak.
akkor tudsz benne bízni. Vtedy v ňom vieš dôverovať. Ha megnyugszol abba az elmédbe is. Ak sa aj mysli upokojíš. Értem, gondolati szinten is. Aj na myšlienkovej úrovni. Hogy Isten becsületes. Že Boh je spravodlivý. Jó indulata van felé. Dobre o tebe rozmýšľa. És jót tervez nekem. A dobre plánuje pre mňa. Pre teba. Ez a bizalomnak az előszobája. Toto je predizba dôvere. Nem tudsz belépni a bizalomból. Nevieš vojsť do dôvery. Amíg ezt nem fogadod el. Kým toto nepríjmeš. De hiszem, hogy megadja ezt az Úr. Ale verím, že to ti dám, Pán. A bizalom tesz minket képessé arra, a dôvera nás spraví k tomu schopný, hogy terhek, gondok, aggodalmak nélkül élhessünk. Aby bez starosti, problémov, ťažkosti sme žili. Mindig lesznek olyan, amik idegesítenek stále dolgok. Také, čo nás, veci, ktoré nás nervozňujú. Akik bíznak az Úrban, ale kto dôveruje v Pánovi, tí, nem ktorí dôverujú v Pánovi, meg. Tak nebudú zaťažení. Tudnak teher nélkül élni. Vedia žiť bez ťaže. Mert mindig rá tudják bízni az Úrra. Lebo stále vedia sa dôveriť na Pána. Vedia dôveriť mu tú ťaž na ňo. És ahelyett, hogy úgy éreznék, hogy nehéz terhet cipelnek. Odozdať, a namiesto toho, že tak cítia, že musia nosiť tú ťaž na sebe. Amik a körülményekből adódnak, ktoré ugye? Ktoré sú dané samozrejme z tých okolností. Ezhet élvezik az életüket. Namiesto toho vychutnávajú svoj život naďalej. És könnyedén élnek. A ľahko žijú. Az 55. Zsoltár, 55. Zsalm, 23. verszaka, 23. arról vers, beszél, o tom hovorí, hogy Istenbe vessük a bizalmunkat, že aby sme odozdali našu dôveru do Pána, nem más jelent, nič iné to neznamená, mint hogy rávessük a terheinket, aby sme odozdali naše ťaže, breme. A bizalom az nem más, dôvera nič iné nie je, tehernek az átadása. Ako odovzdanie tej ťaže. Ezt mondja az 55. Zsoltár, 23. vers. To hovorí 5. Zsalm. Vessed az Úrra te terhedet, uvrhni na Hospodina svoje breme. Ő gondot visel rólad. A on ťa bude opatrovať. És nem engedi, a nedopustí na veky, valamikor is ingadozzék az igaz. Aby sa pohnul spravodlivý. 55. žalm, 23. verš. Tehát vannak terheink? Čiže máme ťažoby, brema. Gondjaink? Starosti. Akár megélhetési gondjaink? I aj životné problémy. Kapcsolatokban gondjaink? Problémy gyermekeinkkel? S deťmi? Egészségünkkel? So zdravom? Mindenkinek. Zdravotné, každý má. De aggódunk? A obávame sa. Idegeskedünk? Znervozňujeme sa. Félünk? Bojíme sa. Nyomrultul érezzük magunkat? Cítime sa utlačene. Aki nem bízik az Úrba, igen. To nedôveruje Pánovi, áno. De aki bízik? A kto dôveruje Pánovi? Uram? Pane? Ezek a terhek megjelentek az életemben. Tieto ťažoby sa ukázali v mojom živote. Abba pillanatban, hogy megjelenik. V tom momente, ako sa zjavili. Már passzoljuk is tovább az Úrra. Už to prepasujem, prepas. Uram, nahráme itt egy fajink Pánovi. Is teher. Itt egy fajink is teher. Fajink. Egy jó, jó, klassz kis teher. Teher. Tu je jedna veľmi klassz, dobrá ťažoba. Rád vetem. Hádzem to na teba. Hordozzad te. Nos to ty. Hát te erősebb vagy mindig. Ty si silnejší ako ja. Te gondot viselsz rólam. Ty sa staráš, veď o mňa. Ez nem az én gondom. Toto nie je moja starosť. Ez a te gondot. Toto je tvoja starosť. Köszönöm előre. Ďakujem ti dopredu. Meg fogod oldani. Že to vyriešiš. Amen, halleluja. Amen, halleluja. Én megmegyek a ja wellness fürdőbe magamnak. Do wellnessu, zaplávať si troška. Milyen bizalom ez? Aká dôvera je toto? Óriás. Obrovská. Meg tudod csinálni? Vieš toto spraviť? Hogy mi izba szobát, vagy hálószobát? És ideš do svojej spálne. Nem alszol egész este. Nespáš celý noc. Szít idegeskedet magad. Roznervozňuš sa. Obávaš sa. Jaj, čo bude so mňou? Jaj, keď toto bude? Ezt odot kell választani. Musíš sa rozhodnúť medzi týmto. Idegeskedíš? Budeš nervózny. Vagy a bizalom. Alebo dôvera. Átadod a terhed az Úrnak? Odozdáš svoju ťaž bremen Pánovi? Vagy rajtad van? Alebo ostane na tebe? Ha rajtad van a teher, keď je na tebe tá ťaž, az nyomaszt. Tak to tlačí. Annak van egy súlya. To má hmotnosť. Az rossz érzéseket. Zlé pocity. Rossz gondolatokat hoz létre. Zlé myšlienky to vytvára. Félelem gondolatai. Myšlienky strachu. Aggódalmas gondolatok. Obavy. Ideges vagy. Znervozňuješ sa. Feszült vagy. Si napnutý. Stresszel. Stresszuješ. Még le is bénít a stressz. Annyira ešte ťa a to aj ochabí. Ilyeneket hoz létre a teher. Také toto. Nyilván a teher mértékétől függően. Ne, samozrejme, priamo úmerne, te veľké ťažoby. De van, aki megy 20 000 forintos, ki nem fizetett csekk is, le tud nyomni. Ale keď niekto má 70 eurový nevyplatený šek, aj ten ho vie stlačiť, niekoho. Tak mi lesz veľa, tam aj 100 milliós kifizetetlen csekked lesz. Čo bude s tebou, keď budeš musieť vyplatiť 50 000 eur? Ha ma 20-nál is kapitulálsz. Keď už pri, 20, pri 70-tich kapituluješ a zdávaš sa. Vannak emberek mondják, hogy hú, elbuktam 100 000 forintot. Fú, sú ľudia, ktorí hovoria, fú, padol som 300 eur. De van, aki 100 milliót bukott el. Ale niekto stratil 70 000 eur.
Ďala, to čo 100 eur. Dajú ďakú pánovi, že iba 100 eur, o 100 eur si prišiel. Amen. Amen. És az Úr, a pán, amit elbuktál, to, čo si, ha az ő adta neked, to, čo si stratil, ak to on tebe dal, nem tudja visszaadni. Nevie ti to vrátiť. Visszatudja. Vie ti to. Ha nem gyűlölködsz, ak nie, že nenávidíš, meg tudsz bocsátani, vieš odpustiť, az Úr visszaadja. Pán ti to vie dať. Ráveted a terhedet. Ak na ňo hodíš svoje ťažoby. Nekem ez egy nagyszerű gondolat. Pre mňa je to veľmi dobrá myšlienka. Felszabadulatok a terhek súlyai alól. Že sa oslobodíte spod ťaže tých ťarch. Nem mondom azt, nem akarok képmutató lenni, meg hazudni nektek. Nehovorím to, nechcem byť pretvárkový človek. Hogy ezt mindig, tökéletesen mindig meg tudom csinálni egyből. Že toto stále viem spraviť dokonale hneď na prvý raz. Nem vagyok tökéletes, mondtam. Nie som dokonalý, už som to hovoril. De félelmetesen közel vagyok a tökéletes. Ale strašidelne blízko som k dokonalosti, hej? És nagyon sokszor sikerül ezt megcsinálnom, képzeld el. Veľmi veľa krát sa mi to podarí spraviť, predstav si. És nagyon hálás vagyok az Úrnak. A veľmi som vďačný pánovi. És ennek az a gyümölcse, a toto má za ovocie, hogy ilyen elveszett dolgokból is az Úr visszahoz győzelemeket. Že aj z takých stratených vecí pán ťa vie voviesť do víťazstva. Elmondok egy bizonságot nektek. A poviem vám jedno svedectvo. Van egy nagyon jó barátom. Mám jedno veľmi dobrého priateľa. Pontosabban volt. Respektíve bol. Nagyon jó barátom. Veľmi dobrý priateľ. És nagyon összevesztünk. A veľmi sme sa pohádali. Nagyon. Veľmi. Csúnya. Škaredo. Bevallom, én is mondtam csúnya dolgokat. Priznám sa, ja som povedal škaredé veci. De megbántam. Ale olutoval som to. Már akkor. Už vtedy. És megbocsátottam neki is. A odpustil som aj jemu. De ő is nagyon sok rosszat mondott. Ale on veľmi veľa zlého povedal na mňa. Nagyon idegesítő dolgokat. Veľmi nervózne veci. Nagyon fájt, amiket mondott. Veľmi ma to bolelo, čo hovoril. És tönkre is ment a barátság. A aj sa zničilo naše priateľstvo. De én megbocsátottam neki. Ale ja som ho odpustil. De Isten így erre tanít bennünket. Božie slovo nás k tomu vyučuje. Ez nem ő miatt tettem, magam miatt. Kvôli nemu som to robil, ale kvôli sebe. Mert aki haragszik, az magát teszi tönkre. Lebo ten, kto sa hnevá, sám seba zničí. Mert ugye a harag, azt szokták mondani, ez nem tetszik, az egy olyan méreg, to je jeden taký jed, amit megiszol, ktorý keď vypieš, és azt várod, hogy a másik haljon meg. A to čakáš, že aby ten druhý umrel. De tu te halsz meg. Ale ty zomreš od toho jedu. Ha haragszol. Ak sa hneváš. Ha gyűlölködsz. Ak nenávidíš. Tu te leszel beteg. Ty budeš chorý od toho. Érted? Chápeš? Nem ő. Nie on. Te azt szeretsz, hogy ő neki legyen baja. Ty by si to chcel, aby on mal zle. És te iszod a mérget. A ty vypiješ ten jed. És mész tönkre. A ideš, ničíš sa. Ne haragudjatok. Nehnevajte sa. Nem csak azt a bűnt kell megbocsátani, amiből kiderült, hogy nem is történt meg. Odpustiť, ktorým nakoniec sa zistilo, že ani sa neuskutočnil. Hanem, ami tényleg okoztak neked kárt. Ale naozaj, čo ti spravili. Tényleg megbántott. Naozaj, že ti ublížili, spravili ti zle. To treba odpustiť. És bevallom itt nektek őszintén. A vyznávam to tu teraz úprimne. Ez több mint 10 éves történet. Toto je viac ako 10-ročný príbeh. Tudjátok, mondja az ige, nap le ne menjen a haragotokkal. Viete, hovorí písmo, že nech slnko nezapadne vašim hnevom. De amikor ez az ember összevesztem, ale keď s týmto človekom som sa pohádal, nekem lement a nap. Mne zišlo dole slnko. Még mindig haragudtam. A stále som sa hneval. Másnap feljött. Na druhý deň vyšlo slnko. Még mindig haragudtam. Stále som sa hneval. Megint lement. Znova zišlo dole slnko. Még mindig haragudtam. Stále som sa hneval. Így ment, hogy 3 hónapig. A takto to šlo 3 mesiace. De azt a 3 hónapot senkinek nem kívánom. Ale tie 3 mesiace neprajem nikomu. Ahogy ez engem meggyötört. Ako to mňa vytrápilo. Megkínzott. Tríznilo. Vytríznilo. A senkinek nem kívánom, meg az ellenségemnek. To nikomu neprajem, ani svojim nepriateľom. De az Úr megmutatta, ezt én csak magamnak köszönhetem. Ale pán mi ukázal, že za to si môžeš ty sám. Az az ember engem nem tud volna így meggyötörni. Ten človek by ma nevedel takto vytrápiť. Ha én bízok az Úrba. Keby som ja dôveroval pánovi. Csak ezt én akartam megoldani. Len ja som to chcel vyriešiť. Mert barátom. Lebo bol môj priateľ. Azt hittem, ismerem a barátomat. Myslel som, že poznám svojho priateľa. Tudom ezt kezelni. Že viem to ovládať. Ezt meg fogom oldani. Však to vyriešim. Az Úr nem engedte, hogy megoldjam. A pán mi to nedovolil, aby som to vyriešil. Nem belevitte egy ilyen konfliktusba. Ale vniesol ma do takéhoto konfliktu. Most nem tudom már pontosan. A neviem teraz už presne. Körülbelül a 3 hónap után értettem csak meg. Približne po takých 3 mesiacoch som to pochopil. Nem haragudhat. Že sa nemôžem hnevať. Mindegy, mennyi kárt okozol. To je jedno, koľko mi spravil škody. Mindegy, mennyi fájdalmat. Aké bolesti. Nem gyűlölhetem. Nemôžem ho nenávidieť. Nem haragudhatom. Nemôžem sa hrevať na ňo. Nem azért, mert akkor nem...
vagy akkor pokolba kerülök. Nie, pretože sa dostanem do pekla. Nem, azért már most is nyomorult életem. Ale pretože už teraz mám utlačený život. És akkor én elengedtem. A ja som to pustil. Akkor én megbocsátottam ennek az embernek. Odpustil som tomuto človeku. Elengedtem minden panaszt. Odpustil som každú... Az úrt is bocsát kértem, hogy eddig haragudtam. Aj od pána som si poprosil, aby som sa, že som sa na ňo hneval, nech mi odpustí. Lett volna okom. Mal by som dôvod. Mert ő nem kért bocsátot. Lebo on, si ne, on sa neospravedlnil. Sőt, tovább is ő vádolt engem. Bár čo viac ešte ďalej ma obviňoval. De én megbocsátottam. Ale ja som odpustil. Elengedtem. Pustil som to. Barátságunk tönkre ment. Naše priateľstvo sa zničilo. Elvesztettem egyik legjobb barátot. Stratil som jedno najlepšieho priateľa. Ez is nagyon fáj egy emberen. Aj to veľmi bolí inač. De nem tudtam megnyerni, visszanyerni. Akkor, mit mondtam, sehogy nem sikerült. Ale nevedel som to získať už naspäť, ho už sa to nedalo. És éreztem, hogy én itt nem tudok már mit csinálni. Ja som cítil, že tu už neviem, čo robiť. De képzeltek el. A predstavte si. Na ma rége. Nie tak dávno. Odajött. Prišiel. Bocsánatot kért. A ospravedlnil sa mi. És elismerte, hogy a uznal, csúnyán viselkedett. Že zle sa správal. És nem akar részletezni. Nechcem tu po detaily hovoriť. De az a lényeg. Ale to je podstatné. Hogy bíztam az úrba. Ako som dôveroval v pánovi. Még az úra barátságot is visszaadja. Že pán ešte aj priateľstvo dal naspäť. Nem mondom, most egyből legjobb barátok lettünk. A nie sme hneď akože najlepší priatelia znova. Mert nem. Lebo nie. Mert a bizalmat már föl kell építeni. Lebo dôveru treba vybudovať. De hogy ő is ale, že bocsátot tud kérni. Vedel sa ospravedlniť. Az az úr kegyelme. Tak to je pánova milosť. És az úr áldása. A pánové požehnanie. És akkor mondom, ne mondjatok le semmilyen kapcsolatról. Preto vám hovorím, že nezrieknite sa žiadneho vzťahu. Tönkrement. Čo sa zničil. Az ördög, démonok tönkretette. Démoni, diabol to zničil. Mindenből vissza lehet jönni. Zo všetkého sa dá dostať naspäť. És nagyon hálás vagyok az úrnak. Ja som veľmi vďačný pánovi. Hogy még ilyen veszett kapcsolatokból is az úr visszahoz. Že aj z takýchto stratených vzťahov pán vie navrátiť. És sokszor, hogyha ezek úgy jó, jó, tehát az utó élet is jó lesz, mert ez egy friss dolog még. Veľakrát, keď aj potom ten ďalší časový pásm bude dobré. Még az is benne, hogy ez a kapcsolat sokkal erősebb is jobb lesz, mint valaha is volt. Dá sa aj to, že ten vzťah bude ešte silnejší a lepší potom, ako bol kedykoľvek. Egyszer beszélt erről egy testvér. Raz o tom hovoril jeden priateľ. Hogy mi a különbség a bajnok és a hős között. Že čo je rozdiel medzi víťazom a hrdinom. A bajnok az, aki mindig győz. Víťaz je ten, ktorý stále víťazí. De ez nem olyan nagy szám. Hát to nie je také veľké číslo. Olyan tehetséges, talentovaný, šikovný, stále on vyhrá. Ez is nagy dolog, aj to je veľká vec, de ennél van egy nagyobb. Ale to je ešte jedna väčšia vec. A hős. Hrdina. Tudod, ki a hős? Vieš, kto je hrdina? Aki vesztes helyzetbe is belekerül. Ktorý sa dostá aj do situácie, že prehráva. És azt fordítja győzelemre. A to obráti na víťazstvo. Magyarország mai boxoló. V Maďarsku jeden boxer. Világbajnok is volt. Bol aj svetovým šampiónom. Pár éve ezelőtt néztem egyik boxmeccsét. Pred pár rokmi som pozeral jeho jeden zápas. Addig is tiszteltem, mert bajnok volt, világbajnok volt. Stíl, lebo bol majster sveta. De addig soha senki nem verte meg. Ale nikdy ho vtedy nezbil. De volt egy meccse. Ale bol jeden zápas. És profi volt már akkor. A už bol profesionál. Hatodik menetben, azt hiszem. Šiestom kole. Leütte őt az ellenfele. Dostal KO. Számolni kellett rá. Trebalo počítať mu. Egy, jeden, kettő, dva, három, négy, ismertek. Poznáte to. És kilencik, ha kitisztulsz, mehet. A do deviatej, keď sa ti vyjasní, keď nie, tak je koniec. És fölállt. Postavil sa. Kilencné így. Pri deviatom číslu. És mondta Viru, hogy akkor mehet, mehet? A hovorí, mondta, mehet. Rozhodca, že môže ísť zápas. Látom, že nem volt képen. A dalo sa vidieť, že nemal obraz v poriadku. Gyerek egyből rá is ugrott. Chalán na ňo neskočil. Még nagyon sok ütést bevitt. Ešte veľmi veľa úderov dostal. És az mentette meg. A len toho zachránilo. Hogy vége lett a meccsnek. Pár annak a menetnek. Že bolo koniec toho kola. Pár sekund ešte to kolo malo. És akkor van egy perc pihenő. A potom jeden minútu oddychuješ. Akkor gyorsan legyezték, levegőt. Rýchle vzduch. Jég. Próba csak életet verni bele. De az elég volt. Ale to stačilo, ta minúta. De még a következő menetben is inkább csak a védekezéseket tett a hangsúlyt. V nasledujúcom kole skôr bol dôraz, že sa bránil. Mert látom, még mindig benne van az ütés. Lebo sa dalo vidieť, že ešte stále v ňom ten úder. És még az utána való menetben is potom ešte nem találta magát. Kole, ešte sa nevedel nájsť. Még kapott, de nem tudták leütni. Aj tam veľa dostal, ale už mu nevedel dať taký silný úder. És utána viszont teljesen visszakerült. A potom tom ďalšom kole sa úplne vrátil na k sebe. Ő is leütt a gyereket. A on dal jedno KO tomu. És megnyerte a meccs. A vyhral zápas. Tehát ez egy győztes. Toto bol jeden ez egy hős. Toto bol jeden hrdina. Nem tudom, érzitek a különbséget. Hrdina. Cítite egy vesztes rozdiel? Helyzetből z jedne, visszahozni. Z jednej situácii, ktorá je prehratá, vrátiť sa naspäť. Vagy az ember mindig bajnok, mindig nyer. A keď človek je víťaz, stále vyhráva, tak to je niečo iné. Amen? Amen. Házasságban is ez így van. Aj manželstve to tak je. Nemondjál le. Nezriekni sa. Nyilván szentelem. Vezesen. Zrejme Duch Svätý, aby ťa viedol. De most van egy nagyon jó bizonságom erre is. Ale teraz mám veľmi dobré svedectvo aj na toto. Hál' Istennek, ez nem az én házasságomban volt. Ďakujem Bohu, toto nebolo v mojom manželstve. De,
De egy barátom most beszélgettünk. Az jedným priateľom som sa rozprával. És mondja nekem. A hovorí mi. Mert jött tanácsadásra a feleségével egy pár hónap ezelőtt. Lebo pred pár mesiacim prišiel aj s manželkou pýtať radu. Egy nagyon komoly problém volt a házasságban. Jeden veľmi vážny problém mali manželstve. Gyakorlatilag a hölgy máról beszélt, hogy ő el akar költözni. Elege van, nem bírja tovább, kész vége. Prakticky dáma už o tom rozprávala, že už nevládze, že ona sa chce rozviesť. Nagyon el volt mérgesedve a kapcsolat. Veľmi bol jedovatý ten vzťah. De igazából ez már több mint 10 éve tart. Toto už prebiehalo naozaj už 10 rokov. Nagyon-nagyon nehéz életük volt. A veľmi ťažký život mali. És képzeljétek el, most mondja a férfi nekem. Predstavte si, teraz mi hovorí manžel. Pár nappal ezelőtt. Pred pár dňami. Képzeld el. Predstav si. Azt mondta a felesége. To mi povedala manželka. Hogy büszke rám. Že je na mňa hrdá. Hát ilyet nekem 20 éve nem mondta. I takéto mi nepovedala 20 rokov. Tényleg. Nahozaj. És még másokat is mondott. A ešte inému povedala. És mondja, hogy teljesen megült a házasság. A hovorí, že úplne sa obnovilo manželstvo. És ez van bennem velük is. A toto je vo mne aj pre nich. Hogy ez smerom, még egy jobb házasság lesz. Že toto bude lepšie manželstvo. Mind akik nem mentek át ilyen nehézségek. Ako ktorí neprešli cez takéto ťažkosti. Ezzel csak azt akartam mondani. Týmto len to som chcel povedať. Mindegy, hogy min mész keresztül. Že jedno cez čo prechádzaš. Milyen vesztes helyzeten. V akej prehnanej situácii si. Úgy tűnik, hogy az már elveszett az a dolog. Tak to vyzerá, že tá vec už sa stratila. Ha bízol az Úrba. Ak dôveruješ Pánovi. Nem csak visszaadja az Úr. Nie len, že ti to vráti. Ale még jobb minőségbe tudod. Ale ešte väčšej kvalite ti to dá. Isten ezt tudja megcsinálni. Pán toto, Boh toto vie spraviť. Ezt kívánom nektek. Toto vám prajem. Hogy így bízotok az Úrba. Aby ste takto dôverovali v Pánovi. Az Úrnak minden lehetséges. Lebo Pánovi je všetko možné. És ő neki gondja van rád. A on sa stará o teba. Ő gondot visel rólad. On nosí tú tvoju starosť. 55. Zsoltárt az egyezmény. 55. Zsalm si zapamätaj. Gondot visel rólad. Sa stará o teba. Počuješ? És azt akar, hogy boldog ember legyen. A to chce, aby si bol šťastným človekom. Akik ellenségesek veled. A tí, ktorí sú nepriateľskí s tebou. Ha te bízol az Úrban. Ak ty dôveruješ Pánovi. Te azokat nem tudod megváltoztatni. Tak ty ich nevieš zmeniť. De az Úr meg tudja. Ale Pán ich vie zmeniť. Én ezt most tapasztaltam az idén. Ja som toto zažil tento rok. Egy ember. Že jeden človek. Aki régen barátom volt. Ktorý bol predtým môj priateľ. Iszonyú ellenséges volt vele. Strašný nepriateľ bol som. Mindenhol csak rosszat híreztet rólam. Všade len zlé šírilo mne. Szerencsére ide nem jött el. Našťastie sem neprišiel. Mert eljött volna. Lebo ak by sem prišiel. És elmondta volna to sok rosszat róla, amit ő híreztet rólam. A hovoril by to všetko zlé, čo o mne hovoril. Akkor ti ide be se engedtetek volna. By ste ma sem ani nepustili. Mindegy, hogy az hazugság volt. De jedno, že či to bolo klamstvo. Nem engedtetek volna be. Nepustili by ste ma sem. Mert tudjátok, a hazugságnak sokszor, mindegy, hogy eliszed vagy nem. Lebo viete, klamstvo je veľakrát také. To je jedno, či to uveríš, alebo nie. Egy előítletet létrehoz. Ale vytvorí taký predsudok. Utána olyan gyanakva nézel arra az ember, akik megszidalmaznak. Potom tam už je taká nedôvera. Utána olyan furcsa lesz. Potom už je to také čudné. Hiszed is, nem is. Veríš a neveríš. De olyan gyanús lesz. Také podozrivé to je. Nem? Nie? Ez is a bűnnek a titkában. Aj toto je tajomstvo hriechu. De nagyon boldog vagyok. Veľmi som šťastný. Gyakorlatilag keresztény életembe tapasztaltam meg a legnagyobb fájdalmakat. Prakticky v svojom kresťanskom živote som zažil svoje najväčšie bolesti. De mivel bíztam az Úrba. Ale keďže som dôveroval v Pánovi. Az Úr ezt is a javamra fordított. Pán aj toto obrátil pre mňa dobré. Óriás nagy dolognak tartom. Obrovskú vec, veľkú vec to považujem. Z eddig életem egyik legnagyobb sikerének tartom. Toto považujem za najväčší úspech mojho života. 10 éves tönkrement kapcsolat. 10 rokov zničený vzťah. Az Úr helyre tudja állítani. Pán to vie napraviť. Sajátok, mi a keresztény életemben a legnagyobb győzelem? A viete, čo najväčšie víťazstvo v kresťanskom živote? Nem a 11 gyerek. Nie 11 detí. Nem a szolgálatok. Nie služba. Tudod mi? Vieš čo? Hogy nem gyűlölök senkit. Že nenávidím nikoho. Lenne okom? Mal by som dôvod. Nagyon sok embert. Veľmi veľa ľudí. Ani kárt okoztak. Toľko krachu mi spôsobili. Nem haragszok senkire? Nehnevám sa na nikoho. Nem gyűlölök senkit. A nenávidím nikoho. De azért. Ale preto. Nem azért, mert nem történt ilyen. Nie, pretože by sa také neudialo. Csak azért. Len preto. Mert így bízok az Úrban. Lebo tak dôverujem v Pánovi. Ezért tudok szeretettel gondolni az ellenségemre is. Preto viem aj láskou rozmýšľať o svojich nepriateľoch. Jézus, hogy ezt tanította. Ježiš toto učil. Ha csak azt szereted, aki téged szeret. Ak len toho miluješ, do teba miluje. A to nem egy nagy szám. Tak to nie je veľké číslo. Aki téged gyűlöl. Kto ťa nenávidí. Az felé is legyél szeretett. Aj voči nemu buď láskou. Az már valami. To už je niečo. Akkor már Krisztus ember leszel. Tak už si krisztovský človek. Ez csak azt tudja megcsinálni. To už len ten vie, kto spraviť. Aki az
Istenbe bízik. Boha dôveruje. Hogy ő ezt fogja kezelni, gondot fog erőviselni. On sa o toto postará, túto ťažobu bude niesť. Mindegy, hogy egy ember ma miket óbégatott rólad. A jedno, ak človek, čo o tebe už všade kvákal. Ez az ember. Tento človek. Minden bűnnel megvádolt. Ma obvinil so všetkými hriechmi. Ami a Bibliában létezik. To je v Biblii existujú. Minden bűnnel. So všetkými hriechmi. Minden. So všetkými. Nagyon rossz volt ezt hallgatni. Veľmi zlé to bolo počúvať. Le is nyomott néha. Niekedy ma to aj stlačilo. Ideges is voltam. Aj nervózny som bol z toho. Fight. Veľmi to bolelo. De nem gyűlöltem meg. Ale neznenávidel som ho. Ezek után is mindig hálát adtam az emberi. Aj potom to som dal stále vďaku za to človeka. Nem ami, amit csinál. Nie za to, čo robí. Azt kértem az úrtól, hogy ezt állítsa le, ha lehet. Prosil pána, nech to zastaví, pokiaľ sa dá. De a személyér. Ale jeho osobu. Tudtam hálát adni Istenem. Vedel som dať ďaku za ňo. És kértem az urat. A prosil som pána. Legyen hozzá irgalmas. Nech je k nemu milostivý. Kegyelmes. Nech mu odpustí. Mert nem tudja, mit csinál. Lebo nevie, čo robí. És nem szeretném, hogy a pokolba kerüljön. A nechcel by som, aby sa dostal do pekla. Nem kívánom jut a pokolba. Nie, prajem mu, aby šiel do pekla. Mindig az, imádkoztam. Stále za to som sa modlil. Szeretném a mennybe látni. Chcel by som ho vidieť v nebesiach. Én is ott leszek. Lebo ja tam budem. És szeretném, ha ő is ott lenne. A bol by som rád, keby tam aj on bol. De vannak emberek. Ale sú ľudia. Az ott lenne lesz a mennybe, én nem megyek oda. Ak ty tam budeš v nebi, tak ja tam nepôjdem. Hát ha így gyűlölsz valakit, ak ty takto niekoho nenávidíš, nyugodt lesz, nem jutsz a mennybe. Tak môžeš byť pokojný, nedostaneš sa do neba. Ne gyűlölj senkit ennyire. Nie nenávid nikoho tak natoľko. Hogy nem bírsz ránézni se. Že sa na ňa nevieš ani pozrieť. Se mennybe az arany utca, meg ott fog veled szembe jönni. A tam pôjde v nebe, v zlatej uličke naproti tebe. Ide, otočíš sa. Te mennybe nem fel lehet csinálni majd. V nebesiach sa toto nebude dať robiť. Ez a testvér. Tento brat. Ez Budapesten többször találkoztunk a gyülekezetbe. V Budapesti sme sa viackrát stretli v zbore. De Salgótarjánban lakik. Ale býva Salgótarján. Jött a gyülekezetbe. Išiel do zboru. Meglátott. Uvidel ma. Így mentem mellette. Takto išiel vedľa. Ha mondom, ő baja. Ha mi jeho problém. Én mindig köszöntem. Ja som stále pozdravil. Mindig kifejtem, örülök neki. Teším sa, ťa vidím. Hálás vagyok érte. Ďaký, šťastný som za teba. Egyszer volt egy olyan ember, ez másik. Raz bol aj taký človek, jeden druhý. Nem összevesztünk. Vele mi sme sa pohádali. Vele mi könnyű összevesztni. So mne je ľahké sa pohádať. És akkor... A? Mondta, hogy haragszik rá. A hovoril, jak sa hnevá na mňa. Meg miért? A prečo? Mondtam neki, te mondom, hovoril én nem haragszok rád, mondom, én szeretlek. Ja sa nehnevám na teba, ja ťa ľúbim. És ordítva mondta. A reval na mňa. Ne szeressi! Nelúb ma. Mondom, én szeretlek. Ja ťa mám rád. Ja ťa mám rád. És hiddel, akkor vagy győztes. A ver, tedy si víťaz. Ha tudod szeretni az ellenségedet. Ak vieš mať rád svojho nepriateľa. Akik? Ty. Tényleg vétkeztek ellen. Ktorí naozaj voči tebe hrešili. Tényleg kárt okoztak. Naozaj ti spravili škodu. Tényleg lejárattak. Naozaj ťa ohovorili. Tényleg megloptak. Naozaj ťa okradli. Mégis szereted. Prečo ho ľubíš? Ty ma olyan vagy, mi Jézus Krisztus. Lebo ty si už taký, ako Ježiš Kristus. Veď tak ju tudja megcsinálni. Iba on to vie spraviť. Senki más. Nikto iný. Az ádámi természet ezt nem tudja megcsinálni. Ádámska povaha toto nevie spraviť. Az ádámi természet az olyan. Szemet szemé, fogat fogé. Ádámska povaha je taká. Oko za oko, zub za zub. Orba vágta. Udrel si ma do nosa? Én is orba vágla. A ja ťa udrem do nosa. Kétszer. Dvakrát. Hogy az ember érezze, hogy azért megadta a kamatot is. Aby človek cítil, že mu dál aj úroky. Ugye ezt, hogy jobb adni, mint kapni. Lepšie je dávať, ako dostávať. Sokan erre gondolják. Tak veľa to na to myslia. Jobb adni. Lepšie je dať. Mit kapni. Mit kapni. Ako dostať. De jó. Ale je dobré. Jó kapníš. Je dobré aj dostávať. Tehát szerettem volna buzítani benneteket. Ale chcel by som vás pozbudiť. Hogy Isten fel akar szabadítani terhek súlyok alól. Že Boh ťa chce oslobodiť od ťarch. Az anyagi terhek alól. Od váhy, aj od materiálnych ťarch. Nekem ez az egyik magyarázatom. To je pre mňa jeden z vysvetlení. Megtérnek emberek. Keď sa obrátia ľudia. És évek múlva is anyagi gondokkal küzdenek. Aj po niekoľkých rokoch majú materiálne problémy. Ez az egyik magyarázatom. Toto je jedno moje vysvetlenie. Más is lehet. A iné môže byť. De nem bízik eléggé az Úrban. Ale nedôveruje dostatočne Pánovi. Vagy nem ismerte be. Alebo to neuznal. Lehet, hogy nem is kérte az Úrtól. Ja možno i neprosil od Pána. Találkoztam keresztényekkel. Stretol som sa s kresťanmi. 10 éves. 10 rokov. Mondja nekem. Mi hovorí. Ő még soha nem is kért Istentől bizalmat. Že on ešte nikdy nepýtal od Boha dôveru. Hogy bízhasson benne. Aby v ňom mohol dôverovať. Asi to ez úgy magától majd lesz. On si myslí, že to tak samé od seba príde. Nem, ez Isten ajándéka.
Ez Isten ajándéka. Nie, to je Boží dar. Aki kér, az kap. Kto prosí, ten dostane. A kér, hogy bízhassa Istenbe. Ak prosíš, že by si mohol v ňom dôverovať. Isten megadja. Tak Pán ti dá. Ha nem kéred. Tak neprosíš. Ha nem ad. Tak ti nedá. Ako nyuglődj. Tak sa upokoj. Anyagileg is lehet nyuglődeni. Tak sa tráp. Aj materiálne sa dá trápiť. Kapcsolatokba is lehet nyuglődeni. Aj v vzťahoch sa dá trápiť. Aggodalmaskodni. Obávať sa. Idegeskedni. Nervozňovať sa. Lehet így élni. Dá sa takto žiť. Évtizedek. 10 ročia. De minek? Ale na čo? Ha lehetne szépen is. Ak sa dá aj pekne. Hm? Ezt neked kell eldönteni. Ty musíš sa rozhodnúť. Mit engedsz be az elmédbe? Čo dovolíš, milyen gondolatokat? Aké myšlienky? Aggodalmaskodást? Obavy? Gyötrő gondolatokat? Trápenie? Ami lenyom? Myšlienky, čo ťa stlačia? Vagy ami az Úr életébe fölemel? Alebo to, čo ťa pozdvihne v živote? Ezt te döntöd el a te életedbe. Ty rozhoduješ v tvojom živote. Én az én életembe. Ja v mojom živote to nem tudok helyetet bízni az Úrba. Ja neviem namiesto teba dôverať Pánovi. Nem tudok helyetet hinni. Ja neviem namiesto teba veriť. Nem tudok. Neviem. Csak te tudsz magadba. Len ty sám. Vieš. Olyan lesz az Úrak, ahogy te bízol benne. Na taký budeš mať vzťah s Pánom, nakoľko mu dôveruješ. Tehát ezért előfordul, hogy hívők is gyakran nehéz szívvel, gondterhelt elmével élünk. Čiže aj veriaci sú takí, ktorí plní starosti v ťažobou srdca žijú. De Isten ennél jobb életet szán neked. Ale Boh má pre teba o mnoho lepší život prichystaný. De ezt csak akkor tapasztalhatjuk meg. Ale to len vtedy môžeme zažiť. Ha belé vetjük a bizalmunkat. Ak do ňoho vložíme dôveru. Ezt meg kell érteni. To musíš pochopiť. Bizalomnak egy másik definíciója. Druhá definícia dôvery. Azt szoktam, de az elme megnyugvása. Je to, že upokojí sa ti mysel. Hogy a gondolataidba. Vajem myšlienkách. Megnyugszol. Sa upokojíš. Azzal az ügyjel kapcsolatosan. Voči tej veci, súvislosti. Mert az Úrra bíztad. Lebo si to dôveril, nás dôveril neki, na Pána, odozdal si mu to. Tudod, hogy ezt fogja kezelni. Vie, že on sa s tým bude zaoberať. Mert egy olyan problémát hiába, én a Jánosnak hiába bízom a mit tudom én, a fűnyírásomnak a gondját, ha ő nem fog soha eljönni, ezt lenyírni. Ja zbytočne odozdám starosť kosenia trávy Jánovi, keď viem, že už nikdy nepríde ku mne. Ty Janko, ten. Z elmím nem fog megnyugodni. Tedy moja mysl sa neupokojí. Nincs elintézva az ügy. Nie je vybavená vec. Érted? Chápeš? Amikor az Úrra bízom, keď to na Pána akkor dôverím, azért bízom rá, tak preto to zdôverím na ňo, mert tudom, hogy ő ezt meg fogja csinálni. Lebo viem, že on to spraví. Hogy ezt nem tudom. Ako, to ja neviem. Ezt nem is kell megmondani az Úrnak. Ani net musí povedať. Se időpontot nem mondja az Úrnak. Ani nepovedz mu časový harmonogram. Sokan ezzel szúrják el. Mnohí s týmto pokazia. Uram, a hónapra ez nem lesz meg, akkor vége a bizalomnak. Páni, ak do zajtra to nebude, tak je koniec dôvery. És nem lesz meg hónapra. A nebude to hotové do zajtra. Csak egy év múlva. Až o rok. Ako mi van? Tak potom, čo bude. Egyet tudja. Jedno vec. Isten jót akar neked. Že Boh chce dobre pre teba. Nagyszerű életet akar. Vynikajúci život pre teba. Aggodalommentes. Bez obáv. Gondterhelt. Bez ťažôb. Érzések nélküli. Bez týchto aj pocitov. Tehát elmének kell megnyugodni. Čiže musí sa upokojiť mysel. Ez a szívbe kell legyen egy bizalom az Isten felé. Preto musí byť v srdci dôvera smerom k Bohu. Zsidó 4:3 azt mondja. Zsidom 4:3 to hovorí. Hogy mi hívők. Že mi veriaci. Bemegyünk a nyugodalomba. Vojdeme do pokoja. Mi bemegyünk. Mi vojdeme. Akik ismerjük az Urat. To pozná Pána. Akik megtértünk. Ktorí sa obrátili. Van kapcsolatunk az Urral. Máme vzťah s Pánom. Mi be tudunk menni. Mi vieme vojsť. Aki nem bízik az Urat, nem ismeri az Urat, és nem bízik benne. Kto nepozná Pána, ani v ňom nedôveruje. Nézd meg. Pozri sa. 70-80 keresztül. 70-80. Nincs egy nyugodt napja. Rokov nemá jeden pokojný deň. Nincs. Nemá. Nincs nyugalom. Nie je pokoj. Mindig lesz olyan gondolat. Stále bude taká myšlienka. Ami őt nyugtalanítja. Čo čo znepokojí. Idegesíti. Znervozňuje. Aggodalma tölti el. Obávou ho naplní. Nie? Én úgy élek. Ja tak žijem. Nekem is vannak gondjaim. A ja mám starosti. De mindig rábízom az Úrra. Ale stále to odozdám Pánovi. Zdôverím to na ňo. Ez nem hitetlenség. To nie je nevera. Nem ilyen beteg dolog. To nie je taká chorá vec. De nem szeretek aggódni. Ale ja nemám rád obavy. Én nem szeretek stresszelni. Ja sa nerád stresujem. Főleg ez a bénító stressz. A zvlášť ten ochabujúci stressz. Ez nem szétre, akkor összes fogát a človek szájára. Človek rozrizie všetky zuby v ústach. Nem szeretem. Nemám to rád. Én azt szeretek, hogy nyugodtan lenni. Ja som rád tak pokojne. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogyha nem történik semmi. Ja som veľmi ďačný za Pána, za to, že sa nič neudeje. Én szeretem a semmit. Ja mám rád nič. Komolyan. Vážne. A nyugit. Az a nyugi. Ja mám rád pokoj. Hogy egyik gyerek se esett le. Že ani jedno dieťa nepadlo. Hogy tegnap is elmentünk valahova. A včera sme išli niekam. Megyünk vissza. Ideme naspäť. Elmondhatom. Az egyik kislánya, a Janinak, ott a szállodába elesett, és beütte a száját.
jedno z detí Janových si padlo a udralo ústa. Felesége hívott telefonon, ő volt a manželka. De ma látta, János ma meg is terhelődött a gondokkal. A videl som, že už jeho je ideges, ťažobý, feszült volt. Hneď bol nervózny, napnutý. Tele pementem a szobámba. Potom som išiel do izby. Imádkoztam a János. Modlil som sa za Jánoša. Šumbara mandara mandara mandara. Igen. De őszintén rossz volt hallani ezt? Ale úprimne zle to bolo počuť. Áno, igen. És ilyenek terhelnek meg bennünk. A takéto ťažoby na nás padnú. Nekem van 11 gyerek. Ja mám 11 detí. Melyikkel, mikor, mi történik? Ktorým sa kedy čo udeje? Hát tiszta idegbaj lehetnék. Čistá nervozita by bola za mňa. Érted? Chápeš? És el tudok jönni Pozsonyba. Ja viem prísť sem do Bratislavy. Ott merem hagyni. Opovážim sa ich nechať doma. De ezt csak azért tudom megcsinálni. Ale to len preto viem spraviť. Mert az Úrba bízok. Lebo Pánovi dôverujem. Nem a gyerekekbe. Nie v deťoch. Hogy semmi rosszat nem csinálnak. Že nič zle nespravia. Mert megvan a képességükre. Lebo majú na to schopnosť. Csinálnak bajokat. Vedia spraviť zle. De a feleségnek is megmondtam. Ale mojej manželke som povedal. Én elmek szolgálni. Ja keď odídem slúžiť. Engem ne hívjon fel ilyen idegesítő dolgokkal. Mne nech nevolá s takýmito znervozujúcimi vecami. Hogy a gyerek ezt csinálta, azt csinálta. Že dieťa to spravilo, hen to spravilo. Old meg, drága. Drahá, vyrieš to. Imádkozza. Modli sa. Bízunk az Úrba. Dôverujme Pánovi. Az Úr megoldja. Pán to vyrieš. De tényleg ne vállaljál sok gyereket, ha mindig aggódsz. Naozaj nemaj veľa detí, keď si plný obav. Ha egy is aggódsz. Ak už len kvôli jednému sa obávaš. Van, aki annyira aggódik. Niekto sa natoľko obáva. Hazaviszi a csecsemőt. Zobere domov bábetko malé. És vesz neki lélegező figyelőgépet. A kúpim monitorovatne z dýchu. Hogy lélegzik a gyerek. Že či dýcha dieťa. Hát hogy ne lélegezni? Ako by nedýchalo. Hát ez urazi teremtőt, hogy lélegezni. Pánu na to stvoril, aby dýchalo. Nem kell lélegeztetőgép. Nemusí tam byť. Aggódj egész este, hogy te se aludjál. Stroj na to, aby si ani ty nespal celú noc, aby sa obával. No, hányatoknak van lélegeztetőgép? Kolky máte takýto prístroj? Még a bizalmadat kell fejleszted az Úrba. Most is rozvíjad svoju dôveru Pánovi. Abba, ver tomu, hogy az Úr abba a gyereke beletette az életkedvet, že Pán vložil chuť života, életerőt, silu života do toho dieťaťa, fog lélegezni magától. A bude dýchať aj same od seba. Én egyiknél, nekem egyiknél sem volt. Ja som ani pri jednom nemal. Ha nem vett von levegőt, ő baja. A ak by si nezabralo dých, tak to je jeho problém. Nem mindig vett. Ale stále sa nadýchalo. Életerős gyerekek voltak. Silné, plné života deti. Nem spóroltuk ki belőle az anyagot. Nevyšetrili sme materiál z nich. Úgyhogy erősek, egészségesek. Takže sú silné a zdravé. És veszik a levegőt. A berú vzduch, dýchajú. Haladnak. Fungujú ďalej, napredujú, zosilňujú sa. Tehát, hogy minden gyerek, egy gyerek is elég, hogy aggódj az egész életedbe. Každé dieťa, ale jedno dieťa stačí, aby sa obával celý život. No, hogy valami baj legyen. Nie, aby niečo bolo zlé s ním. No, hogy valami piros, fekete pontot kapja. Nie, že dostane červený, čierny bodík. Bo aký... Ezer ok van minden nap, hogy aggódj. Tisíc dôvodov máš, aby sa obával. Se nem bízol az Úrba. A keď sa nedôveruješ Pánovi. Fogsz is. Budeš aj. Ha bízol az Úrba, ha dôveruješ Pánovi, akkor is ezer ok, hogy aggódjál. Tak máš aj tisíc dôvodov aj pred vtedy, aby si sa obával. De nem aggódsz. Ale neobávaš sa. Rábízd az Úrra. Ale dôveríš to na Pána. És ha rábíztad az Úrra, a keď si to odozdal, zdôveril si tam Pánov, elméd megnyugszik, tvoja mysl sa upokojí, akkor föl tudsz szabadulni. Tak sa vieš oslobodiť. Plusz energiád lesz. Plusz energiu máš. Az Úrat keresni. Hľadať Pána. Az Úr dolgai cselekedni. Konať Pánove skutky. Van, aki azért nem tudja az Urat szolgálni. Nikto preto nevie slúžiť Pánovi. Mert állandóan fogni kell a gyerekének a kezét. Lebo stále drží v ruku dieťaťa. Mert a gyerek az olyan. Lebo dieťa je také. Fölmászik. Vyleze hore. Leesik. Padne. Pattan egyet. Odrazí sa jednu. Elkapod. Chytíš ho. Mehet tova. Môžeš ísť ďalej. Ez egyik fiam. Jeden môj syn. Vedek neki biciklit. Že aby som ho kúpil bicykel. No, nem is tud biciklizni. Synu, veď ani bicyklovať nevieš. Nem, ő neki vedek. Nie, aby som ho kúpil. Vettem. Kúpil som ho. Pontosabban még akkor nem is vettem. Presnejšie, ktorý som ešte nekúpil. Csak ma láttam, hogy mert a nagyobb testnek volt bicikli. Ja už som videl, lebo starší mal bicikli. De az ő neki nagy volt. A to bol veľký pre ňa. Ő azon nem tudott rendesen bicikli, csak nevedel, álva. Tak riadne bicyklovať, len postiačky. Tehát a lába nem ért le, ha leült. Nedostiahli mu nohy dole, keď sedel. Látotok ma biciklit? Videli ste už bicykel? Csak mondom, hogy... Vagy ma csak Mercedes-e jártam. Alebo len z Mercedes-om jazdíte. A bicikli ez két kerekű. Bicikli már dvě kolesa. És ilyen pedállal kell hajtani. A s pedálom sa pohánja. Megva? Máte to? Nem négy kerék, az nie, štyri kolesa. Az nem bicikli. To nie je bicikel.
És föntről nézem az ablakból. A z hora az okna sa pozerám. Volt olyan 7 éves. Mal 7 rokov. Oda támaszt a biciklit a autóhoz. Oprel bicikel auto. Mondjuk ez egy olyan autót, amit nem sajnáltam, hogy hozzá támasztam. Dobre, to bolo také auto, že to mi nevadilo, že ho oprelo to auto. Nem ez volt az első karcolás rajta. Nie, to bolo prvé poškrábanie na tom aute. Mert ezt direkt erre használtam, ilyen törni, zúzni. Van egy ilyen autó. Terepen. Lebo to som na to používal, to auto, aby som ho búchal, trieskal, to som používal na terén to auto. Férfek szeretik ezt, hogy átmenni árkon, bokron, egyenesen az erdőt. Ľudia majú radi prejsť cez kríky, stromy, rovno cez les. De itt nincs ilyen biztos. Ale tu určite taký. Ilyen csak salgótere van. Iba salgótere. Ilyen agresív. Takýto agresívny muž. És ez egy ilyen autó volt. Hát azt mondom, taky jedno také auto. Neki támasztotta. Oprel sa. Fölmászott rá. Vyliezol hore na bicikel. Ellökte magát. Odstrčil sa. Tekert vagy hármat. A točil tri. Pü. Bum. Elesett. Spadol. Nézett, nem látta senki. Pozeral, nikto ho nevidel. Én föntről néztem. Mi som z hore kukal. Amikor nézett, akkor lehúztam fejem. Keď sa pozeral hore, tak som stiahol hlavu. Fölkelt. Postavil sa. Lezé, vissza bicikel. Nászett bicikel, oprel. Megint neki támasztott. Znova sa oprel. Megint fölmászott. Znova vyliezol. Megint ellökti magát. Znova sa odstrčil. Megint gurult harmad. Znova sa dve, tri odtočil. Bam, padol. Fél óráig ezt csinálta. Pol hodinu toto robil. Utána megtanult biciklizni. A potom sa naučil bicyklovať. De hányszor elesett, még megtanult. Ale koľkokrát padol, kým sa naučil. Egyszer se lohantam le aggódva, sírva, segíteni a gyereknek. Ani raz som nezbehol dole, kričiac, obávajúc sa, plačom, pomôcť tomu dieťaťu. Néha egyszer szúrják el az emberek. Veľakrát toto to pokazia ľudia. Ezt már rég megtanultam. Ja už som toto dávno naučil sa. A to gyereke még el tud esni. To dieťa, ktoré vie padnúť. A sa už tud állni. To sa vie postaviť. Ez csak így tanács. To len taká rada. A gyereke tanul járni. Lebo sa učí chodiť tvoje dieťa. Ugye egy év körül. Však okolo jedného roku väčšinou. Elesik. Spadne. Hagyjad. Nechaj ho. Ne rohaň oda. Nebež tam. Semmi baj nem történt. Nič sa neudialo. Semmi. Žiadna starosť. Ne aggódj. Ver tomu. Neobávaj sa. Bíz az úrba. Ver dôveru pánovi. Meg fog tanulni járni. Naučí sa chodiť. Meg fog tanulni biciklizni. Naučí sa bicyklovať. Mindent meg fog tanulni. Všetko sa naučí. Azt nem mondjuk, hogy esés nélkül. To nehovoríme, že bez toho, že by padol. Fájdalom nélkül. Bezbolestne. Az nem biztos. To nie je isté. De meg fogja tanulni. Ale naučí sa to. Mert az úr megtanítja. Lebo pán ho naučí. De te mindig aggódaná. Ale keď by sa stále obával. Láttok ilyen apukákat. Videli sme taký oteckov. Vesznek biciklit. Kúpia bicykel. Vesznek ilyen rudat. Takú tyč. És egész nap rohannak egy gyerek után a bicikla. Celý deň behajú za tým dieťaťom. Ma maj meghal. Skoro umre. De gyerek még egyet se esett. A dieťa ešte ani jedno nepadlo. De még biciklit se tud most se. Ale bicyklovať sa nie ešte doteraz. Pritom má už 36 rokov. To dieťa. És nem csak biciklizni kell megtanulni járni. Nem biciklizni, hanem biciklovat. Nem csak járni. Nem jasné, chodit. Hanem anyagi naučiť. Függetlenséget is meg kell tanulni. Ale treba sa naučiť aj materiálnu nezávislosť. És ezt szokták mondani. A to zvykli hovoriť. Hogy egy gyerek. Že jedno dieťa. Akkor lesz felnőtt korul. Vtedy bude dospelé. Amikor anyagileg is le tud válni a szüleit. Keď aj materiálne sa vie oddeliť od rodičov. És el tudja magát tartani. A vie sa udržať. Sőt a családját is. Postarať o svoju rodinu. Minden segítség nélkül is. Bez akékoľvek pomoci. De ettől szülő megállhatja. Ale od toho ešte môže rodič požehnať. Bónusnak. Bónus nejaký. De önmagába is megáll a gyerek. Ale aj sám o sebe. Önmagába is tud dolgozni. Vie pracovať sám o sebe. Tud pénzt keresni. Vie zarobiť peniaze. Tud existenciát teremni. Vie existenciu vytvoriť. Sok szülő elrontja az állandó segítséggel itt is. Veľa rodičov to stále pokazí stálou neustavičnou pomocou. Nem kell ész nélkül segíteni a gyerekek. Netreba bez rozumu pomáhať deťom. Ha az úr mondja, adjál. Ak pán hovorí, daj. Ha nem, nem kell. Ak nie, tak nie. Majd elesik. Padne. Majd megtanulja. Naučí sa to. Majd keresi az urat. Bude hľadať pána. Majd bízik az úrba. Bude dôverovať pánovi. Ha megtanul bízni az úrba. Keď sa naučí dôverovať pánovi. Azok tudnak biciklizni. Bude vedieť bicyklovať. Tudnak existenciát teremteni. A bude vedieť existenciu vytvoriť. És az úrtól leszünk áldott. A od pána budeme požehnaní. Nem azért, mert rá vagyunk csatlakoztató apura meg anyura. Nie, pretože sme pripojení na otca a mamu. És minden vasárnap ő főz ebédet. A každú nedelu on uvarí obed. Most is hallom egy ilyet. Aj teraz som také počul. 45 éves az ember. 45 ročný je. És minden vasárnap az anyja főzi neki az ebédet. A každú nedelu jeho mama mu varí obed. No vája malé anyádru. Hovorím sa, oddiel sa už od svojej mami. Hagyjad ma nyugodtan, szegény asszony. Nechaj už tú chuderu.
Szegény öreg asszony nem mer meghalni, mert attól fél fia éhe a mai napig is. Stará babka nedovolí si umrieť, lebo myslí, že zomre hladom jej synček. Sok ember ez életbe tart. Mnohých ľudí toto udržuje pri živote. Látja, hogy a gyereke szerencsétlenkedik. Lebo vidí, že aké nešťastné. És rá szükség van. Zaoberá to dieťa. A szegény ma 90 éves, a má potrebu rég az úrna lehetne. Už má 90 rokov, už mohla dávno pri pánovi. De muszáj neki itt lenni. Ale musí byť tu. Persze, csak viccesen mondom ezeket. Ráda, že len vtipne to opisujem. Remélem, nem értitek félre. Dúfam, že to nechápete zle. De nem kell senkit agyon segíteni. Ale nikoho netreba, zničiť pomocou. Mindenkit annyiba kell támogatni és segíteni. Každému toľko treba pomáhať a podporovať. Amennyiba Szent Szellem indít. Nakoľko ťa Duch Svätý k tomu vedie. Többit mert az Úrra bízni. Ostatné sa už opováž nechať na Pána. Imádkozni, imádkozhatsz érte. Modlet sa môžeš modliť. Például így. Napríklad takto. Uram, hálátok az olivérért. Pane, ďaku dám za olivera. Ha ő nem is kér tőled bizalmat. Ak on od teba nepýta dôveru. Én látom, nem annyira bízik benned. Ja vidím, že na toľko ti nedôveruje. Én kérek neki. Ja adj nagyobb bizalmat a szívébe. Teba, felít. Daj mu väčšiu dôveru do jeho srdca voči mne. Ez korrektima. To je korektná. Ez korrekt. Kérhez hitet a testvérednek. Môžeš prosiť vieru pre svojho brata. Áldást is kérhez. Požehnanie. Gyógyulást. Uzdravenie. Szabadulást. Vyslobodenie. Egy jó házastársat is kérhez neki. Manželstvo pre ňu môžeš pre ňu. Imádkozhatsz. Môžeš sa modliť. De ne old meg. Ale nechcem sa týto vyriešiť. Most ne hadd ott a feleségedet, mert ennek a szegény asszonkának nincs férje, hogy akkor bedobod magad és megmented. Nezanechaj svoju manželku, že tá chuďara nemá manžela, tak tam teraz pribehneš a hodíš sa k nej. Értitek? Chápete to? Nem kell neked minden megoldani. Nemusíš ti všetko vyriešiť. Bízon az Úrba. Dôveruj Pánovi. Megkapja az Úrtól is. Dostane to od Pána, neboj. Ne lépíte ez Isten helyébe. Nie ty máš vstúpiť na miesto Boha, na to miesto ako. Nem te vagy minden embernek a jól tevője. Nie ty si pre každého človeka jeho dobročinec. A nem Jézus. Ale Ježiš. Minden embernek jól tevője. On je dobrotinec pre každého človeka. Csak a Messiás az. Len Messiás je ten. Aki minden embernek. Ktoré každému človeku. Minden bajára. Na každého problém. Teljes megoldást ad. Úplné riešenie dáva. Te meg Isten gyermeke vagy. Ale ty si, a ty si Božie dieťa zas. És azokon segítsél. A nad tým pomáhaj, tým pomáhaj. Akiken az Úr mutatja, hogy ezen ennyit segíts. Ktorým ti ukazuje Pán, že tým pomôž toľko a toľko. És neki kell az Úrral olyan kapcsolatban lenni. A on musí byť takom vzťahu s Pánom. Senki nem tudja ezt megúszni. Nikto to nevie vypávať z tohto. Á, tudja venni az áldást az Úrtól. Že iný za ňu prevezme to požehnanie. On életet. Musí preberať to požehnanie. Minden jó ajándék, onnan fölülről száll alá a világosság atyát. Lebo nem a všetko, všetko dobrý dar prichádza odtiaľ z hora, od Pána svetla, nie z povaly. Amen. Amen. Tehát arról ismerhetjük fel, hogy valóban bízunk-e az Istenbe. Čiže od toho môžeme my skutočne zistiť, že ti dôverujeme Pánovi. Vagy čupán próbálkozunk. Alebo sa len pokúšame. Bízni benne. Mu dôverovať. Van ilyen ember. Je taký človek. Próbálkozik bízni. Sa pokúša dôverovať. De nem bízik. Ale nedôveruje. Van neki bízik. Niekto dôveruje. Van neki próbálkozik. Niekto sa pokúša. Óriási különbség a kettő között. Obrovský rozdiel medzi týmito dvoma. Hogy ma ide eljöttél. To, že dnes si sem prišiel. El kellett így jönnöd. Si musel dojsť. Hoztál egy döntést. Urobil si jedno rozhodnutie. Felöltöztél. Obliekol si sa. Eljöttél. Prišiel si. De otthon ülni. Ale ak by si doma sedel. Mondogatnád magadba. A hovoril by si v sebe. Ha, el akarok menni. Chcem prísť. Jó lenne elmenni. Dobre by bolo ísť. De nem jönné el. Ha nem jött volna el, akkor nem lenne itt. Ale ak by si sem neprišiel, tak by si tu nebol. De nem elég bízni. Čiže nestačí len dôverovať. Hanem tenni is kell. Ale aj urobiť. Bíz az Úrba. Dôveruj Pánovi. E földön lakozzál. Jót cselekedjél, és hűség elé. Dobré rob, a dôverov k nemu pristupuj. Hogy a lelkünk megnyugodott-e Isten hűségébe vagy sem, az mutatja, hogy bíztál-e az Úrba. Či sa naša duša upokojila v Pánovej dôvere, az mit mutat rá? Amíg a lelked nem nyugodott meg, pokiaľ sa tvoja duša neupokojila, szeret, v dôvere, addig nem bíztál Istenbe. Pánovej, tak dovtedy si mu nedôveroval, len si sa pokúšal. Tehát az igazi bizalomnak van egy visszacsatolása. Čiže ozajstná dôvera má také novo pripojenie. Mondok egy példát, hogy még jövő esetek. Poviem príklad, aby si to lepšie pochopil. Példa, volt ma adakozás? Igen. Adakoztatok? Bola už dneska zbierka, hej? Dávali ha az adakozásod
ak tvoje dávanie nem okozott neked örömöt, nespôsobilo tebe radosť, nem megfelelően adakoztál. Tak nie zodpovedne, nie dobre si dával. Lehet, hogy nem azt, hogy összeget adtad be. Zrejme si nedal ten sumu, ktorú... Vagy nem hittel adtad. Alebo si to nevierou dal. Mert aki hittel ad, alebo kto vierou dáva, annyit, amit az úr mutat neki, a toľko, koľko mu pán ukáže, az mindig örömöt okoz. Tak to stále pôsobí radosť. Visszajel, hogy bedobod, hodíš to? Ba pillanatba érzed a szívedbe, a Szent Szellem jelz vissza, jó csináltad. V tom momente ti ukazuje Duch Svätý v srdci naspäť, dobre, že dobre si spravil. Örömöt érzel. Radosť cítiš. Hidd el. Ver tomu. Csináljunk még egy gyűjtést? Máme spraviť ešte jednu zbierku? Vagy nem értek haza ilyen szomorú, hogy... A vy ste nešli taký smutný domov. Nem örültél neki. Že ste sa tomu netešili. Volt olyan Csalgótarjánban. Bolo také Csalgótarjáne. 10 évvel ezelőtt. Pred niekoľkými desiatými rokmi. Erről prédikáltam. O tomto sa hovoril. 3 gyűjtés volt. 3 zbierky boli. Amíg nem örültek az emberek. Kým sa netešili ľudia. És a harmadiknál ma? A pri tretej zbierke? Mindenki örült. Každý sa tešil. Ma kínbú is, kínjába is. Už aj žiali. Hogy ma nevedeť több gyűjtés. Sa tešil, aby už nebolo viac zbierok. Én örömmel adtam, ma nevedeť több adakozás. Radosťou chodili ľudia, dávali, nech už viac zbierok nie je. Egyszer ezt is megcsináltam. Raz aj toto som spravil. Hát ez nem minden pastor beri megcsinálni. Samozrejme, to sa neopovaží každý pastier spraviť. Ezt is megcsináltam. Raz som to spravil. Meg mi sok minden. A ešte kopec iných vecí. Ennyire bíztam az úr. Natoľko to som dôveroval pánovi. És nem köveztek meg a testvérek. Neukameňovali ma bratia a sestri. Majdnem. Skoro. Takže... Fel kell, hogy ismerjed. Meg kell, hogy értsed. Musíš rozpoznať, musíš pochopiť. Hogy ténylegesen bíztál az Istenbe. Že si naozaj dôveroval v pánovi. Abból, hogy a lelked megnyugszik, az értelmed toho, megnyugszik. Že tvoja mysel, tvoja duša sa upokojí. Amíg ezt megnyugvást nincs meg. Ak tento pokoj nemáš, addig nem adtad át az Úr. Dovtedy si to neodozdal pánovi. És erre szeretnék, kaptam felhatalmazást agyopásztortól. Ale na toto som dostal poverenie od pastoráďa. Hogy ezt szimuláljam is nektek. Aby som vám toto aj szimuloval. Szeretném, sokszor, hogy egy gyakorlat be van mutatva egy igazság, akkor jobban megmarad az emberekben. Veľakrát, keď prakticky je ukázaná nejaká pravda, tak to ostane v ľuďoch o mnoho viac. Tudom, hogy Oliver je sportos ember. Ja viem, že Oliver je... Mi? Akkor most hagyjuk. Oliver sportman, ale teraz ho ešte necháme. De ő rendben van? Ő rendben van. On je v poriadku. Robi? V poriadku? Az mi je v poriadku? Robi. Az mi je v poriadku? Rendben van. Robi? Egészséges vagy? Si zdravý? Gyere, igen. Gyere. Kész vagy egy kis kísérletbe részt venni? Si pripravený na taký nézzük, malý výskum? Nem akarom nagyon nehézet, de... Nechcem. Jó rendben vagy? Tudsz segíteni? Vieš pomôcť. Hú, ez jó nagy lesz. Ez nem kisebb. Mindegy. Nevadí. Föl tud venni hátadra? Vieš ho zobrať na chrbát. Most azt mutatjuk be, hogy a terhet ukážeme, fölvesszük és letesszük. Ťažobu dáme na seba, a jegu dáme dole. Egészséges vagy? Egészséges vagy? Si zdravý? Akkor te vagy a fiatalabb? Ty si mladší. Akkor cseréljünk. Tak vymeňme, tak sa vymeníme. Könyörült rajtad az Úr. Nagyon bízta az Úrba, látom. Vidím, že si dôveroval pánovi. Köszönöm, Uram. Menj föl a hátára. Chod na jó chrbát. Menj föl a hátára. Kapaszkodj föl. Kapaszkodj. Itt zahore. Úgy. Oké. Jó. Tehát csinálta gyereked egy bajt. Čiže tvoje dieťa spravilo jeden problém, jednu starost. Vagy a munkatársa. Nem csak a lábad! Bekúcsolt a lenne! Rendes gond. Ez egy komoly gond! Ez egy komoly gond, amikor így rajtad van a gond! Tu sa dá vidieť vážny problém. Le se akar jönni rólad! Ani nechce zísť neho dole ten problém. Le se akar jönni! Még maradjam. Ešte ostaň. Csak akkor száll le, akkor... Ak mondja, csak akkor száll le, amikor én mondom. Pedig môžeš ísť dole, keď on ti povie. Ja som okej. Okay. Őt hoď hívja? Meno, prosím ťa, jak sa voláš? Števo. Pista. Helyes. Tudsz magyarul? Nem tudsz. Nem baj. Mondja, Pista, mondja, imádkozzál velem. Mondja, Uram. Modli sa spolu so mňou. Povedz, Pane. Hálát adok neked. Dávam ti vďaku. Hogy megtérhettem. Že som sa mohol obrátiť. Szerethetlek téged. Že ťa môžem milovať. Én bízok benned, Uram. A ja ti dôverujem, Pane.
De most jött egy teher az életemre. Ale teraz prišla na ťažoba na môj život. A Robi. A to je Robo. De én most ezt, Uram, ale ja teraz toto, Pane, átadom neked. Odoznám tebe. Te hordozd ezt a terhet. Ty nosz ten túto ťažobu. Én ezt a terhet leteszem. Ja túto ťažobu dávam dole. És közbe gyere. A popri tom ideš. Közbe gyerünk, sétálunk erre. Mondjad közben, leteszem ezt a terhet. A popri tom hovor, dám dole tú ťažobu. Leteszem, mondjad. Dám ju dole. Hovor leteszem. To. Dám ju dole. Uram, én leteszem ezt a terhet. Pane, ju dám dole. Hamarosan úgy érzem, le fogom tenni. Pane, čo skoro, tak cítim, Uram, že ju dám dole. Uram, segíts meg, hogy le tudjam tenni. Pane, pomôž mi, aby som vedel dať dole. Elfáradtáma. Elfáradtáma. Už si sa unavil. Elfáradtáma. Už si sa unavil. Unavil si sa? Őszinte. Úprimne. Már elfáradtál? Mondjad, igen. Nem. Még nem fáradtál. Ešte sa neunavil. És sok férfi, veľa mužov, azért nem tesz le terheket. Preto nedá dole ťažobu. Mert még bírja idegileg. Lebo to ešte vládze nervami. Mondja, Uram, leteszem. A Pane, hovorím. És megy tovább. Daj dole. Ejde dole s tou ťažobou. Napokig. Dni. Hetekig. Týždne. Hónapokig. Mesiace. Éveki. Roky. Imádkozi. Modlí sa. Leteszem, Uram. Dám to dole, Pane. Mondjad, leteszem. Hovor, dám to dole. Leteszem. Dám to dole. És viszi tovább. A nosí to ďalej. Ez arra még tartsad. Ez arra a példa. Toto je na to príklad. Hogy bízol-e az Úrba? Že či dôveruješ Pánovi? Vagy csak szeretnél? Alebo by si len rád dôveroval Pánovi? Letetted-e a terhedet? Či položíš svoju ťažobu? Vagy csak szeretted volna? Alebo by si len rád položil svoju ťažobu? Azt, hogy szeretnéd? To, že by si rád? Az by nem azt jelenti, hogy le is tetted. Ešte neznamená, že ju dáš dole. Ez egy konkrét tett. Toto je jeden konkrétny skutok. Átadtad az Úrna. Odozdal si Pánovi. Ha tényleg átadtad? Ak si naozaj odozdal Pánovi? Fölszabadulsz. Si sa oslobodil. Az elmédbe. Moje mysli. Megnyugszol. Upokojíš sa. Érzed még a terhet? Cítiš tú ťažobu? Ešte. Áno. Érzed. Igen. Mert még rajtad van. Lebo ešte na tebe. De mondjad, leteszem. A teraz povedz, položím ju. Na gyerünk még egy kört. No tak poďme ešte jedno kolo. Mert megmutatok, mert mi sokan nem értették meg. Lebo ešte mnohí to nepochopili. Ezt csináljuk. Čiže toto robíme. Ezt csináljuk. Toto robíme. Uram, leteszem. Páne, položím. Bízok benned. Dôverujem ti. Kérlek. Prosím ťa. Ať kegyelmet, hogy bízak milosť, benned. Aby som dôveroval v tebe. Čo kéred az Urat? A keď už prosíš Pána, megadja, dá ti to, hogy bízhatsz benne, že môžeš dôverovať, és most tedd le. A teraz ho polož. Most ma engedd el, už ho pusti. Könnyebb? Ľahšie si. Könnyebb? Ľahšie. Igen, mit mondod? Könnyebb? Igen, nagyon jó. Köszönjük szépen. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Ez azért szeretem ezt a kis gyakorlatot. Preto mám rád tento, Mert nagyon jó szemléltetés. Toto. Tento príklad. Mám preto veľmi rád. Hogy bízok-e az Úrba? Lebo že či dôverujem Pánovi? Vagy csak szeretné. Ale by som rád dôveroval Pánovi. Ekkora nagy különbség. Takýto obrovský rozdiel. Nem elég, hogy szeretnék valamit. Nestačí, že by som rád niečo. Bízni Istenbe. Nem elég, hogy szeretnék. Nestačí, len rád by som dôveroval Pánovi. Ad át a terhedet. Odovzdal mu svoju ťažobu. Ha átadtad. Ešte raz, keď si mu odovzdal. Az elméd megkönnyebbül. Tvoja mysel sa upokojí. Fölszabadulsz. Oslobodíš sa. Mert elhitted. Lebo si uveril. Hogy Isten gondot fog viselni arra az ügyről. Boh sa postará o to. Ezt elmerted hinni. Uveril si tomu, opovažil sa tomu uveriť. Lebo si dôveroval Pánovi. És akkor nem te fogod megoldani. A potom už nie ty to vyriešiš. Hanem az Úr megoldja. Ale Pán to vyrieši. És Isten szeret az őszinteséget. A Pán má rád úprimnosť. Ne hazudj legalább magadnak. Ne klám aspoň sebe. Mond meg, Uram. Povedz mu, Pane. Nem tudok benned bízni. Neviem v tebe dôverovať. Szeretnék. Rád by som. De nem megy. Ale nejde mi to. Elmondtam neked ezt a terhet. Povedal som ti túto ťažobu. De nem adtom át. Ale neodozdal som ti. Tudom? Odkiaľ to viem? Ha most is engem nyom. Však aj teraz mňa tlačí. Adj kegyelmet. Daj milosť, Pane. Tudjak benned bízni úgy. Aby som tebe vedel dôverovať tak. Ezzel a terül fölszabadul a szívem. To je to ťažo by sa oslobodí moje srdce, moje duša, érzelmeim, moje pocity, a gondolataim, moje myšlienky. Ez történik. Toto sa udeje. Lemegy a teher. Zíde dole ťažo. Az érzed. To cítiš. Érezted, hogy lement a teher? Cítil, že si išiel z teba dole? Érezted. Az érzed. Cítil, to cítiš. Azt megtapasztalod. Zažiješ to. Hogy megkönnyebbülsz. Si sa oslobodil. De sokszor elme szinten. A veľakrát aj na megnyugszik úrovni mysle. Az elmét. Upokojí sa ti mysle. Lemegy az aggodalom. Zíde dole ťaž, obavy. Jön egy nyugalom, egy békesség. A namiesto toho príde len pokoj, jeden mier. A vieš? Hogy ez az Úr kezében van. Že toto je v Pánovej ruke. El van rendezve. A je to vybavené. Ez nem automatikusan működik. Toto nefunguje automaticky. Imába kell mindig átadni az Úrnak. V modlitbe to treba stále odozdať Pánovi. Az ima az nem az, hogy minden nap elmondod az üdvözlégy Máriát, meg a mi atyánkot 30-szor. To nie je to, že povieš Panny Márii modlitbu a Otče náš 30 krát ráno.
Hanem az ima az nem más. A modlitba nincs ne nyelje. Egy Istenne való őszinte beszélgetés. Akkor sa úprimne porozprávaš s Bohom. És megfogalmazod. A pomenuješ. Hogy most milyen gondok. Sformuluješ. Terhelnek téged. Ťažoby sa tebo, na tebe sú. Imába. Átadozom. Modlitbe odovzdáš to Pánovi. Ezért szeretek imádkozni. A preto sa radi modlite. Csak azok imádkoznak. Len ti sa modlia. Akik bíznak az Úrban. Ktorí dôverujú Pánovi. Akik nem bíznak. Ktorí nedôverujú. Nem is fognak imádkozni. Ani sa nebudú modliť. Mert ők megoldják maguknak. Lebo oni sami to vyriešia. Ma idegbajosak. Už sú síce z toho nervózni. De akkor se adják át az Úrban. Aj tak to neodozdajú Pánovi. Akkor se imádkoznak. Aj tak sa nemodlia. Majd ő ezt meg fogja oldani. On potom to vyrieši. És nem fogja megoldani. A nevyrieši to finálne. Nem, egész életét végkíséri. Ale celý život o to bude prenasledovať. Egy-egy gond. Jedna-jedna starosť. Egy-egy tönkrement kapcsolat. Jedna-jedna zničený vzťah. Si ezt kívánom. A ja to vám prajem. Hogy ne éljetek agyonnyomva. Že nežite utláčanie. Nem egy ilyen terhelt életre hívott el az Úr. Nie na takýto život plný ťažoby vás povolal Boh. Nem egy fölszabadult életre. Ale aby ste mali oslobodený život. Hol Isten szelleme, kde Boží duch, ott van a szabadság. Tam je sloboda. És aki a fiú megszabadít, ako ho oslobodil, valóságosan szabad. Chlap, tak je skutočne slobodný. Legyetek szabad emberek. Buďte slobodní muži. Nem csak démonoktól. Nielen od démonov. Nem csak bűnöktől. Nielen od hriechov. Nem gondoktól. Ale od ťažob. Bajoktól. Problémov. Starosti. Slobodní buďte. Anyagi gondoktól. Aj od materiálnych starostí. Szabadok legyetek. Slobodní buďte. Ne ezek nyomasztanak minden nap, hogy nincs kifizetve a csekk. Nie, nem niekto ťa élni. Tlačí každý deň, že nie sú vyplatené účty. Tak to sa nedá žiť. Mert ilyen nyomások alatt. Pod takýmito tlakmi. Ma az ember azt a feleségihez se tud egy jó szót szólni. Lebo pri takýchto tlakoch už nevie človek povedať dobré slovo manželke manželovi. És nem a felesége van a baj. A nie s manželkou manželové problémy. Hanem azzal a nyavajás csekkel. Ale s tým pondia tým šekom. De azzal se lenne, ale s tým by nemal problém, ha bízna az Úrba. Keby dôveroval Pánovi. A mióta én bízok az Úrba. Odkedy ja dôverujem Pánovi. Egy kifizetetlen csekkem sincs a hűtőn. Ani jeden nevyplatený šek nemám na chladničke. Se a mikrosütő tetején. Ani na mikrovonke. Tudom, hogy ti is ott tartjátok. Viem, že aj vy tam udržujte máte. És milyen nyomása van, ugye? Aki tlak to mášak. De ha bízol az Úrba, ale keď dôveruješ Pánovi, vége lesz az életedbe ennek, bude koniec tomuto životu. Hogy ebbe hónapba vizet fizetjük be, tento mesiac vyplatíme vodu, következő hónapba gáz, nasledujúce mesiace plyn, utána villanyt, potom elektrinu, állandóan sakkozni kell, ale šach treba hrať, hogy ne kapcsoljanak le semmit. Aby ťa neodpojili od ničoho. Tudjátok, hanyan élnek így? Viete, koľko takto žijú? De ez nem jó élet. To nie je dobrý život. Nem jó élet. Nie je dobrý život. Isten jobb életre hívott el. Boh od tohto má lepší život. Mondanám azt. Gondtalan életre. Povedal by som to. Bezstarostný život. Tudod, mikor dicsőted az Istent a legjobban? Vieš, kedy vyvyšuješ Pána najviac? Mikor elégedett életed van. Keď máš plnohodnotný život. Az Istennek a dicsősége. To je sláva Pánova. Hogy te szépen élsz. Že ty pekne žiješ. Isten tesz dicsőt. Boha toto vyvyšuje. Hogy te áldottan élsz. Že ty požehnane žiješ. Hálásan. Ďačne. Boldogan. Šťastný. Örvendezve. V radosti. Vigadozva. Chváliac. Az Úr jósága miatt. Kvôli dobrote Pánovej. Ez Isten dicsőt. Toto je Božia sláva. Azt mindig panaszkodunk. To, že stále ťažujeme, to nemám, hen to nemám. Ez nem dicsőt, ez Isten. To nie vyvyšuje Pána. Ez Istennek a vádlása. To je obviňovanie Boha. Hogy ő nem jó. Že on nie je dobrý. És nem törődik a gyermekeivel. A nestará sa o svoje deti. Ez egy vádlás. To je obviňovanie. Ez nem dicsőt, ez Isten. To nie vyvyšuje Boha. De hogy a gyerek is vádol az anyját, apját. Že keď aj dieťa obviňuje meg, 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 svoje otca, matku, to si mi nekúpil, hento si mi nedal, tamto si mi nedal. Rosszapa Zlý otec si bol. Ezt mondja gyerek. To hovorí dieťa. Jó szülőknek kell lenni. Dobrými rodičmi musíme byť. Isten jó szülő. A Boh je dobrý rodič. Jó. On je dobrý. Ha mi gonosz létünk, tudunk jókat adni a gyermekeinknek. Ak mi sú zlí, vieme dobre dávať našim deťom. Akkor Isten, aki nem tud gonosz lenni, mennyivel inkább jót ad. Tak Boh, ktorý nevie byť zlý, o čo viac dá dobre svojim deťom. Bízzál az Úrban. Dôveruj Pánovi. Engedd, hogy megnyugodjon az életed az Úrba. A dovol, aby sa tvoj život upokojil v Pánovi. Merjé belefeküdni az Úr karjaiba. Opováž sa vložiť do Pánového náručia. A Héberben ez a hitnek az egyik képe. V hebrejčine toto je jeden z obrazov dajkálás, viery. Dajkanie. Dajkán. Dajkanie dieťaťa. Ezt 11-szer végig csináltam. Ja už som to 11-krát prešiel cez to. 25 éven keresztül. 25 rokov. Higgyétek, az Úr megtanította. Verte, že Pán ma naučil. A gyerek. Dieťa. Mindig bízott benne. Je stále mi dôverovalo. Amikor dajkáltam. Keď som ho dajkal. Soha nem volt ideges. Tak nikdy nebola nervózna. Soha nem aggódott. Nikdy sa neobávalo. Soha nem félt. Nikdy si nem strachovalo. Hogy én el fogom őt ejteni. Že ho padnem, že mi padne.
Mindig bízott, mert megtartom. Stále dôveroval mi, že ho udržím v rukách. Sőt, ha még földobtam is. Ma čo viac, keď som ho vyhodil. Abba is bízott, hogy el is kapom. Že ho aj chytím. Bezaj. Veru. Főleg ma nagyapaként fontos, el is kapja. Hlavne teraz, keď som už aj starý dedo, je dôležité, aby som aj chytil vnúča. Feldobím, feldobí az ember. Vyhodiť, vyhodím. Čak lefele nem biztos. Len dole, nie je isté, že chytíš. De nem baj, pattan egy utalma könnyebb. Ale nevadí, odrazí sa a chytím. Tehát ha azt mondjuk, hogy bízok az Istenbe. Takže to sme povedali, že dôverujeme Bohu. De továbbra is cipeljük a terheinket. Ale naďalej nosíme tie naše ťažoby. Akkor gyakorlatilag az aggodalommal és a szorongással meg vagyunk terhelve. Tak prakticky sme zaťažení našimi tlakmi, starostiami. Akkor még mindig nem vetettem az Úrra terhemet. Tak ešte stále sme neodozdali naše problémy na Pána. Tak je toto jednoduché. Ilyen egyszerű. Tak je toto jednoduché. És ezt a toto tényleg lehet kérni az Úrra. Naozaj sa dá pýtať od Pána. Más a türelem. Iná je trpezlivosť. Hallottam egy prédikációt. Počul som jednu kázeň. És mondta a prédikántól. A hovoril kazateľ. Imádkozott egyszer. Modlil sa raz. Uram, adj nekem türelmet. Páne, daj mi trpezlivosť. És az Úr nem adott neki. A Pán mu nedal. Ideges volt. Nervózny bol. Uram, adj nekem türelmet. Páne, daj mi trpezlivosť. És egyre idegesebb volt. A čoraz viac bol nervóznejší. És megtanultatta az Úr őt. A nadal mu Pán vicit lekciu, naučil ho. Ugye türelmet nem elég, az nem ajándék. Že trpezlivosť nie je dar. Az gyümölcs. To je ovocie. Az gyümölcs. Ovocie. Azt meg kell teremjed. To musíš, aby na tebe vyrástlo. Tudod, hogy lehet fejleszni az életedben? A vieš, ak sa trpezlivosť vyvíja v tvojom živote? Isten megenged, hogy idegesítő dolgok történjenek körülötted. Že Pán dovolí, že znervozňujúce veci sa dejú okolo teba. És kéri tőle, hogy ne robbanjál föl. A prosí ťa, aby si nevybuchol. Ne robbanjál haragra. Aby si nevznietil sa na hnev. Maradjál türelmes. Ostan trpezlivý. No ilyenbe fejlődik a türelme. No tak v takomto sa rozvíja trpezlivosť. De bizalom nem ilyen. Ale dôvera nie je takáto. Kéreted az Úrtól. Dôveru môžeš pýtať od Pána. Zajándék. To je dar. Uram, ad, hogy tudjak benned bízni. Pane, daj, aby som vedel sa ti odvorovať. És onnantól, hogy megvan. A odkiaľ vieš, že to máš? Megnyugszol. Upokojíš sa. Z egész életeddel. Celým tvojim životom. Sorsoddal. Osudom. Házasságoddal. Manželstvom. Gyermekeiddel. Deťmi. Gyermekeid jövőjével. Budúcnosti s tvojimi deťmi. Súvislosti s tým. Teljesen meg tudsz nyugodni. Úplne sa vieš upokojiť. Szolgálatoddal. Službou. Munkáddal. Prácou. Existenciáddal. Existenciou. Tudod, hogy Isten kezében van ez egész. Vieš, že je to v Božích rukách. Ez olyan nyugalom. Taký pokoj. Ez semmihez nem hasonlítható. Tomu sa ničomu nedá pripodobniť. Ilyet csak az Úr tud adni. Takéto len Boh vie dať. Csak a te megváltó tud adni. Len tvoj vykupiteľ. Ilyen életet szerzett meg számodra. Takýto život získal pre teba. Éljél így. Takto žij. Elégedetten. Spokojne. Boldogan. Šťastne. Hálás szívvel. S ďačným srdcom. Mindenbe örvendezve. Vo všetkom dávaj vďaku. Az átkok között van felsorolva. Medzi kliatbami je to vymenované. Hogy azt mondja, mivel hogy nem szolgáltad az Urat, jó kedvel, örömmel, mindennel bővölködve. Úgyhogy neszlúzsil Pánovi dobrou radosťou vo všetkom rozrastajúcou. Ezért majd fogod szolgálni a köveket, preto budeš slúžiť kameňom, fákat, drevu, mindennel szükölködve. A vo všetkom v nedostatku. Ez egy átok. Toto je jedna kliatba. Az áldás az. De poženanie je to. Mindennel megelégedve. Vo všetkom spokojnosti. Örömmel. Radosti. Hálával. Ďakov. Dicsőjük az Urat. Slávime Pána. És még egyszer mondom. A ešte raz hovorím. Leginkább akkor dicsőted Isten. Najviac tedy chváliš Pána. Ha hálás vagy az életed is. Ak, elégedett vagy az életeddel. Ak si vďačný za svoj život, a si spokojný so svojím životom. Nem a panasz, nem a zugolódás, nem a keserűség a fő jellemző az életed. A nie horkosť, nadávanie, sťažovanie charakterizuje tvoj život. Hanem a hálaadás. Ale vďakačnosť. Dicsőítsd az Urat. Sláva Pána. Milyen jó. Jaký je dobrý. Ne vádold őt. Ne obvinjuj ho. Nem kaptam én meg valamit. Že si nedostal niečo. Ne adja hálát, hogy Isten ezt is meg fogja adni. Ale daj vďaku, že Pán aj toto dá. A Isten szíved kérését megadja. A Pán dá prosbu tvojho srdca. Amen. Amen.